你是鬼垃圾给我压的，垃圾给我压的，给我问。我老问这老板，我木，这是什么老板？也，哪个老板？我来做点出来啥子？哦，把什么把它弄死的？那你是个 Twitch 的 befrischöder？Titi, jag har befrisköt vägre. Ja, det är mitt tablet. Vad jävligt. Hettes. Alice, jag stod. Hallå. Miért vagyok megsérülve? Mindegy. Ó, jól néz ki a publik. Köszi a szartra, indulok. És görcsöl az epém. Szia, Wimmerhun! Mivel menjek a kórházig? Napi dilemma. Charger. Ja, nem egy Challenger-re akarok menni, hanem a Charger-re. Minden jó. Meg vagyok, csak elfelejtettem átírni a címben a fogfájást, meg a migrént. Szerencsére most még egyik sincs. És te hogy vagy? Mindjárt módosítom a címet, csak érjek be a kórházba. Ti-ti-ti-ti, uhu. Ja. Mert itt ülök egy 10 percet, csak itt rögtön jövök. SH! Igen? Majd menni kell nyalókákért, mert kifogyóban van a készlet. Jó, majd megyünk nyalókákért. Na, pillanat, átírom a címet. Mert fogyatékos vagyok, és kapkodtam. Hol tudom én ezt átírni? Ja, itt. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Mondtam, ott vagy az eset mellett. Úgy. Kész. Na, szuper, átírtam a címet. Mint ha fogyatékos lennék. Ja, lehet, hogy az is vagyok. Nem a tényleges fogyatékosokat akarok sértegetni ezzel. Az meg Olaf. Yeah. Sean, hallasz engem? Igen, hallok, csak itt újraélesztettem. Ja, jó, jó, jó. Van mellettem még egy. Aztán pont elindultam, rátszoltam a rádióba is, hogy pont ott van mellettem. Nem figyeltem. Megérkeztem a helyszínre, láttam egy kettő pártján. Mi a fasz? Mi? Kéne egy mentős kórházhoz, aki tud fegyverengedélyi papírt elállítani. Oké, én ezt elengedtem. Mondjuk ez is vicces. Kéne egy DB40 nekik. Kéne szólnom a moderátoromnak, hogy amúgy megy a stream. Még nem akadnak a skriptek, majd mindjárt fognak. Ő most ott mit csinál? Nem akarom tudni.
Ó. Oh. Hogy minden megvan. Szupcsi. Ez beírt a moderátorom, hogy mindjárt jön. A fő moderátorom. Mit pász meg, megy meg az ajtón? Hát jó. Na, nézzük. Öt 23-ra indulok. Pak. Na, Olaf. Kis laza lájtos mentős RP. Át kéne szabnom az íróasztalomat. Jaj, csak ne essünk be a világ alá. Az nem vidám. Itt szoktam átesni idő. Oké. Mintha mi sem történt volna. Hello. Na nézzük. Nincs pózza se. Hátára fektetem. Nem létezik. Várnak fel a pszichológiára. Megkezdem a melkas kompressziót. Jövök. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hát sajnálom. Kérnek egy hullaszállítót a pozíciómra. Könnyű. Halál időpontja 8 óra 41 perc. Na, hát ez jól indul. Úgy érzem. Ez így zseniális. Szép kezdés. Nem indul el? Akkor jó van. Akkor megyek én. Faszom. Néha nem értem a embereket. Jól van? Aha, meg vagyok. Jól vannak, uraim. Basszus. Önök hogy vannak? Hát, csak a kocsimnak. Láttam a fejreállt autót, az gondolják kérdezem, hogy kell a segítség, de akkor másik urat kérdezem meg. Az én kocsim az meg van. Szóval a másik ura, az nem tudom, mit csinál. Ez jól indít. Jó van, uram. Jó, valami probléma volt, nem láttam. Én nem tudom. Jó napot. Hát, az nem napot, megsérült? Ő nem láttam, hogy... Ja, mondjuk az autóján is úgy látom, hogy nincs sérülés, úgyhogy ez ilyen önnél nem történt meg dolog. Igen. Ez volt. Mert abszolút nem állt itt nálam autó. Sajnos a kocsimnál viszont megtörtént. Hát nálam is megtörtént, összetört a mentő. Na mindegy. Hát hogy úgy van, hívhatunk eset, van papírom. Hát teljesen mindegy, mentősnek ingyen szerel mindenki. Na, akkor a szerencsét mindenkinek. Ja. Most mindjárt még egy írságot is kapok. Betétlapot kitöltötték az. Hát a, nálam meg egy pár úrnál megtörtént az eset, itt a terepjárót vezető, autót vezető emberni, meg nem. Anyás, ez a kutya? Igen, ő Archer. Meg lehet simogatni? Hát, hogyha nem hallgatja meg az urat, és nincs magának semmi droga, illetve. Fú, mekkora kutya. Mi, hogy hívja? Archer. Tud valami ugatás, vagy valami? Minden kutya tud ugatni, te fú. A hátszik nem. Hát tényleg, ez nyávog. Nyávog, ez nem az a kutya. Csinálj meg, mint egy béka, léci. Azt komoly. Haló, cic. Ne dühítsd fel, ne dühítsd fel. Ácsi, adok neked valamit. Az igen.
Ezt téged lehet a kutya? Amúgy. Igen. Tessék. Egészségedre. Mit adott neki, Dogi? Gyere ide, ács. Birka pörköltet. Az szép. Amúgy nagyon el van kényeztetve. Hát mindenki imádja. Szia, ácsi, szia. Benyomtam. Téket adtam meg. Mit adtál, nézték? Jaja. Itt mindenki alacsonyan repülőjárművekkel közlekedik? Azt tud neki viszkit, azt tud neki viszkit. Ezen az útszak köszönöm, hogy mindig. Ne, viszkit ne adjon neki. Ne adjon neki az útra. Ne, mindjárt ránézik. Viszkit a kutyájának. Baszki. Rendes mellénye van neki, halló. Hoppá, az, ez én lettem. Á, úriember, arra imádom, mert Archie-nak szeretnék belenézni itt a háttatyomjába. Jó, már rendben lesz még. Nem kell inni, ugye? Nem kell inni bennem. Jó. Jó, mondjuk én sem sérültem meg durván, úgyhogy... De ez vicci volt. Jó kondícióban van a kutya? Nem, szerintem nem szeretnél futni hát, előre? Lehet utolérni. Nem szeretnék futni, nem voltam gymben már két hete. Hát, ugye, feladjuk rád a K9-es Ácsi, adok egy ezrest, ha elkapod ezt a fehér cipőcsit itt mellettet. De most a kutya mit csináljon a pénzen? Vesz magának kaját. Hát de ő hogy vesz magának? Kaját. Aha. Rádobsz a cipőt. Jó, persze, gyere csak. Na, én bemászok a Venice-be javítatni, úgy érzem. Jó, men. Viszlát. Szia, Ácsi. Nálam a mentős autó már ott volt a járda szírén. Hát én meg nem tudom, mert én meg majdnem belépültem. Ilyen random megpörrültem csak egy. Szia, Ácsi. Érdekes. Hát ez előfordul. Vigyázzon magára. Viszlát. További szív a viszlát. Na viszlát. Nem. Azt hittem előtt meg, basz. Még az hiányzott volna. Ja, hogy eddig járt a motor. Jó, nem kapcsoltam villogót, nem kapcsoltam hangot. Igazából én voltam a fasz. Aj, de jól néz ki ez a kocsi. Szerintem Poli ragi. Mester, ezt ki lehet polírozni a hátulját? Valamelyik elég hülyen állok. Szép volt, mivel segítettek. Jó, volt a jobb oldali első ajtónak a zsanériai megsérültek egy ütközésben. Rendben is nézem. Kisintom itt az ajtót. Rendben is nézem, hogy mi a helyzet. Jól indul. Az a lényeg. Nem, megpróbálom szépen becsukni. Eléggé nehezen záródik, hogy jól láttam. Hát belém jött oldalról egy autószázzal, úgyhogy... Ja, rendben. Még is nézve másodperc. Mi a helyzet? Jól látom, nincsen teljesen visszahelyezve a helyére. Szépen vissza is pattintom. Így, rendben. Hát én nem helyeztem vissza. Jó, igazából nem sérültem meg, úgyhogy... Újjam szépen. Mint a alapjárása. De menő, kár, hogy retardált vagyok hangokat rájátszani. Nem is vagyunk. Oké, és még egy diagnosztikát lefutatok. Majd a fáj, hát a buszki. Rendben. Én is köszönöm szépen a diagnosztikát. Azért jó, hogy a mentősöknek így elszerelne. Szépen kiütöm a gépjárművel a hibákat. Így. Rendben, ez a meg segyünk szépen lecsitőző gépjárművel. Na, na, na. Szépen szerelem szereli meg. Rendben, meg is ugyan. Köszönöm, viszlát. Ja, az csak egy motor, jó van.
óvatosnak kell lenni, mert összetörnek a gecibe. A szabóság. Itt is dolgoztam, tök jó volt amúgy. Csak unalmas volt, mint a kurva anyja. Az olajozás ennél jobb volt. Itt nem beszélt senki senkivel. Nem akarsz a zöldre váltani, kedves lámpa? Ó, köszönöm. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Miért jár hétköznapi csalódások a fejemben? Úristen, már értem, hogy mi lesz a probléma. Félre fogja érteni. Mi? Esának mondtam. Aj, úgy fáj a hátam, hogy öröm és bódottá van tőle. Most ők percét akarnak? Úgyis én nyerek. Ja nem. Halé, sziasztok! Szia, hello! Hello, hello! Mi a helyzet? Az jó? Nem sok minden. Nagyon csúnyát álmodtam és elveszítettem minden, amit kizsebeltek. Jó, az szomorú. Mit álmodtál? Hogy túl meredek volt a hegyoldal. Azt mondjuk, az kellemetlen. És nem értem el a kollégát. Tényleg vajon most már van kutyának való izénk a lélegeztetőgépünk itt a kórházban? Mhm. Van. Mert a vadászat már tudom, hogy maradt ott még egy 3 darab, úgyhogy tehát azt igazából el lehet hozni, mert hogy a vadászat mint olyan már megszűnt. Megint? Hát még januárban. Tehát most, ja, akinek, nekem egy kihagyásom. Akinek van engedélye, az tud vadászni igazából, de hogy maga a vadásztársaság nincs. Hm. Én vadász voltam a megszűnésig. Hát ez szuper. Úgy viszket az orrom. Azt kell, meg fogok tőle őrülni. Ó, pedig tök jó RP lehetett volna. Elmennék a gymbe, kérnék tőlük kamiont. Ezért Giót hónom alá csapnám, vagy Freyát. Fölmennénk közé Paletóba, vadásztársasághoz. Csinálnánk, mint a kipakolnánk onnan özéket, a lélegeztetőgépeket, kérnénk Sheriffet hozzá, mert hát végül is betörünk. Milyen csoda hirdetés szövegek vannak. Úgy ki kéne mennem Rifonezbe kajáért. Most nem kiesen. Meg mi is most voltunk kint. Hát jó, most attól függetlenül előbb baleseteztem, úgyhogy esélyben nem tudtam menni. Úgyhogy, ja. Vigyelek ki. Ja, nem, van kocsi, megjavítottam. A Benisztől 20 méterre jött belém egy másik autó. Az azért mondjuk szép teljesítmény. Gratulálok a vezetőjének. Hát a kedvenc városi mondatom hangzott el. Nála ez nem így történt. Szia, szia!
lemaradtál arról, hogy Olaf balesetezett nem önhibából. Nem én szerintem kimegy a grifonozba kajáért. Nyomok veled. Rokse. Addig se várok egy helyben. Helyezted, mire gondolok? Aha. Hittál már magyaróba esély? Nem. Nagyon nagy hiba. Nagyon nagy hiba. Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa. Igen, a Twitch az ma meghalt szerintem. Néztem én is streameket, amíg haldoklott a Five-em. És hát több... Szóval, igen. Tehát többször kellett ráfrissíteni, mint amennyit meg tudtam belőle. Vedessek, vagy jó a szemed? Jó a szemem. Miért? Többet ugrált a kocsi, csak azért kérdezem. Ja, nem, nálam semmilyen. Lehet, hogy kecskebenzin van benne. Lehet. Vagy túl jó a... Mi az? Egész csirutú tudatnak. Mondjuk előbb javították. Jó a hidraulika. Nem tudod. Lowrider. Megyünk. Amúgy van itt valamelyik újoncból? Nem hiszem, nem láttam most őket. Mondjuk Kárlának tudom, hogy ez hosszú időbe jutni a városba. 710-ről megyek. Nekem már nem. Megvettem az idét a... Repjegyet. Meg a magán repjegyet. Ja, nekem is az van, de Kárlának nem azzal van a problémája, hanem a reptér után jönnek neki a problémák, mikor a hangszálkét térne magához. Ja. Olyankor szokott én Crash Jánosokkal találkozgatni. Nekem ezt egy valami oldotta meg, egy komplett izé vízumcsere. Minden fura ki kellett tisztítanom, meg lecserélnem, meg minden. Ez ismerős, én ezt hetente játszom el. Hetente veszel új vízumokat? Ja, nem új vízumot, csak kitakarítás meg ilyenek. Portalanítom, kutyaszörtelenítem a vízumot. Hát főleg most, hogy van Archer. Hát mondjuk a vízumomhoz ő nem nagyon nyúl hozzá. Szerencsére. Ti. Hidd el, volt már olyan, aki lepisélte. Teljesen szabályosan beállunk a fallen motor helyére. A Twitch az ma nagyon gyenge. Jöröpült. Miben segítetek, jöjjenek beljebb. Kérlek egy csúlasztányt. Ne adj Isten, a hölgynek is fáj a torka, mint a másik doktor úr. Nem, de hogy is. Én meg vagyok, én jól vagyok. Jó, örülök, azt hittem, ne adj Isten, valami mentős, valami vírussal adod végig, és akkor... A Twitch az... Most nem tudom, mi van a Twitch-en. Tehát ez így... Káosz. Nem is akarom tudni, hogy mi van a Twitch-en. Így is van, de akkor még nagyobb lenne. És a káosz is. A kollégának lesz. Szeretnék 19 stew-t és 16 darab kólát. Rendben, a kólát hozhatom a hűtőből? Igazából teljesen mindegy, mert úgyis elvitelre lesz, tehát most későbbiekben felmelegszik lehűbb. Jó, hát de hogyha mondjuk az elsőt meginnál hidegen, akkor ez mégiscsak jobban esik. De rendben, mondjuk az igaz. Hozom már is készítem. Köszönöm. Én megint itt van a Archer. Publikus, ki tud még jönni egy ecsű? Igen, igen. Hogy jöjjenek. Mi a? Nyersztéket adtok el? Szóval Dixi. Te csak ha akarja. Ecser.
Kérsz valamit? Először nekem lenne 12. Az a Dixi? Kérsz? 3 narancslé. Jelne van a Dixinek? Jó, adok egy ilyet. Ja, telefonomat kirakom, mielőtt beintem fel. Na, és Sagga szerintem üzenni fog. Na, na. Azt a kurva. Kéne egy új hátat vennem. Mit eltértek? Mindent értek? Azt mondom. Baszki, nagyon morog ez a Dixi. Ecser, szereted a zöldségeket? Mire van kiképezve? Nyugi, Árcsi. Szereted a zöldséget? Tessék a izé, Dixi. Igen. Na, ne várjál, akkor fogvá. Vérzel a kollégának. Árcsör. Hát ezt kiköpte, bozd meg. Nem tudom, mit gondolod, hogy cigarettát fog szívni a kutya? Ha persze. Finom a zöldségek. Van benne brokkoli. Ezt elnyomta. El is készültem közben. Addig lerakom ide a dobozt a pultra. Nem, be is pakolok a dobozba a táskámba. Kedvenc számom 846. Köszönöm, köszönöm a segítséget. És utalva fizetném. Rendben, már mondom is az összeget, 1145 dollárt szeretnék kérni az 508-as bankszámlára. 508 1150. Mit adott már megint a hasi? Köszönöm szépen, fogy az egészséggel. Na jó, hát, viszlát, szép napot. Mondjuk még valószínűleg kutyázok egy darabig. Na. Sziasztok, szia, Ercsel. Viszlát, szia, Ercsel. Itt bajok lesznek. Vigyel egymást torkának esnek. Szerintem Ercsel nyer. Szerintem is. Azért megnézném, hogy hogy ütt meg mást Ercsel. Aha, én láttam már. És milyen karatézat? Mint akkor beül a kocsiba? Fejjel felugrik az emberre, meg harap. Úgyhogy elég sok vizeje van támadási módszere. Csak a harapás az úgy tűnik, mintha nem tudná szabályozni, hogy kit harap meg. Csak a legközelebbit. Jaj! Ezek a munkások életveszélyesen vezetnek, basszus. Hát ezek ilyen. És most nincsen eset? Nem tudom. Lősérített a rendőri kísérletben a kórházban. Az döviden. Én meg ezért multiverdezek amúgy. Még egy szerveren aktív vagyok, csak amin eddig aktív voltam, az most összevonták egy másikkal. Úgyhogy, jaj, ezért ott most csináljuk a frakciómat, mert ott lesz frakcióm. Saját. Illegálkodni fogok. Amiben hát annyira ügyes vagyok, hogy engedjük el. Tehát... Múltkor részt vettem egy lövöldözésbe, hát én voltam a One Shot Die karakter. Tehát így... Egy simán lából lőttek és belehaltam. Ez zseniális volt. Megnézzük, hogy ott kicsiben működik ez a frakció, amit kitaláltam. És ugye lesz a következő frakció pályázat itt Nightfall-nak, meg pályázom itt is. Majdnem ugyanazt. Ma mindenki Sandy bejár? Hát, Adam nem válaszol. Vagy nem nyomtam le a nöbetűt. Ez így előfordulhat. Szövegesre? Jelölöd? Nullára indulunk. Ja, hogy jelölted? Eses. Igen, akadnak a scriptek. Megint. De csak néha. Nem is értem. Lehet, hogy újra pasztáznám a... Nem, Alana egy nagyon régi adminisztrátor rangban van. Ugye az adminisztrátorok nem adminok, hanem a kórházigazgató helyettesek.
a Dexnek a felesége, ha minden igaz, és Wendellnek az anyja. Csak nem akart ott maradni a kórháznál egyedül, úgyhogy kijött velem kajáért. Hát én nem nagyon látok senkit. Az úr ott ült a vizénél. Ja, hogy ott ült. Most már látom, hogy sétál. Éjjel a... Kocsi félre nyertem a nyára. Semmiget. Szép nap, Garam. Mellettem suttogni majd kinti. Kemiftak mentőt, mert elütöttek itt a kanyarba. Elütötték? És hol érez fájdalmat? A karomban. Megkérném, hogy vegyed a felsőt, és mondjuk a karját. Jó van, kislány. Nem kell morgolódni. Hát kidőlt. Hát igen, elég csinálni. Kinek milyen napja volt? Rendben, akkor ezt háromra le fogom fertőzíteni, jó? És csípni fog. 1, 2, 3. Amúgy írtam benne ez a kis lámpa. Jó. Csak ha belenézek, megmondkodok a gecibe. Egy felőköt, és rögt egy felsorú alapszorosan körbe tekerem a karját. Így is van. Köszönöm. Azért várom, hogy a másik szerveren meglegyen a frakció. Arra is lesz majd live, természetesen. Az egy kis kamionos cégecske. Állítólag megoldható módszerrel. Nincs. Viszlát. Kulaknak is. Nem számlázott neki, Rill? Kíváncsi vagy a felsőről? Melyikre? Az enyémre. Megnézhetjük. És kiveszem a jelölést. Teljesen szabályos megfordulás. Mindenki látta, hogy én itt megálltam. Mi a... Ja. Jó, ezt engedjük el. Ne ott állj meg, ahol jelöltem, hanem majd ott lesz egy kis utca jobbra, és akkor majd oda kell majd besorolni a... Mi az a terasz alá? Arra, és akkor kövén jobbra. Oksa. És akkor beadhatod vele. Mondjuk van még mit csinálni rajta, mert a polcokat fel kell tölteni mindenféle aprósággal, de... Nem, menjek be, hívlak. Én meg hajléktalan vagyok. Dehogy is. Hát az EMS villába van hozzáférés. Hát ezt így... Az alsó rész már elég jó, itt még van mit javítani a dolgokon, meg van mit mozgatni rajta, de tudunk biliárdozni, ha akarunk. Ide jössz, elveszel egy telkót, és akkor itt tudod a dolgokat állítani. Itt elveszed. Ez a fegyvernek is jó. És akkor figyelj, felrakok fel golyókat. Sima kocsmai vagy 8-as? Én nem értek hozzá. Akkor legyen egy sima kocsmai. Itt gondolsz egy E betűre. És akkor tudsz gurítani. Úgy, ahogy szeretnél. Ugye... Hogy
Aha. Ja, akkor te rakod a teljeket, én pedig a csikosokat, ami nincs fehér volt felül, vagy nyugod, az a tiéd. Ja, ez a része a megvan, mert annak idején ez a biliárd osztunk, csak nagyon ritkán. És hát ez nem olyan szinten, hogy ennek legyen valami értelme is. Tehát így kocsmába összeálltunk haverok, aztán igazából, ja. Uh-huh. Szia, Laki! Hát ez rip lesz. Én jó, én sose biliárdoztam, ha ez megnyugtad. Nem, úgy valamennyire tudok biliárdozni, csak... Egyébként rettentően hülyén néz ki kívülről a biliárd. Most amúgy hagynom kéne őt nyerni? Nem baj. Aha. Kicsit fura a kezelése. Aha. Ilyenkor mi van, amikor egy csíkos dobsz be? Hát elvileg igazából te jönnél kétszer. Ja, mindegy, csak játszom. Ez csak. Nem megy most tétre meg semmire. Most amúgy most én így nem értem egészen a szituációt. Az az igazság. Tim, hallasz? Tim? Jó, mínusz egyre elindulok Helivel Sandybe. Ja, hogy van mínusz egy? Ah, gyere, igen. Fötört az orromat. Szeretnél? Maszk. Kivel mi újság, kinek milyen napja volt? Hát ez rip. Hát ezt így átérzem. De rendeltem kutyakaját, ami fontos. Gehez, írtó kemény ez a helyze. Hát nálam igazából semmi, tehát így dolgoztam. Úgy csináltam, maradjunk ennyiben. Hello! Vagyok, bocsánat. Szia, Tim! Már elindultunk ott a közeletben, van egy SMS-es eset, úgyhogy már kimegyünk rá, hogyha nem gond. Sandybe. Hát ez így sokáig fog tartani. Most ez akkor olyan... Ja, hogy ez nincs nálam igazából. Azt hittem befoglalni jobban. Hát én nem vagyok egy ügyes játékos, azt tudom. Hát, mint mondtam, nem vagyok túl ügyes. Én sem. Na jó, megmutatom, szerintem a lakás többi részét eztem. Jó. Aztán menjünk esetre, mert elég sok van most. Konyha. Étkező. Az étkezőt leválasztottam egy ilyen polcon, ami így most már hivatalosan térrel választó lett nekem. Szintén itt a... Hát hasonlóan rendezem én is a valóságban a dolgokat. Én tüzemel. Mekkora hogy tévé? Izé, a hangfalakkal, úgyhogy jó kis házimozit lehet itt csapni. Lent meg van inkább a csillás rész. Most nem merem tőle megkérdezni, hogy ellássam-e, mert... Ez most furán jön neki. Kedvenc részem. Ja, a kis nyugi sarok? Tök jó.
Igen, eltaláltam a színeket kb. A háló tévével. Két fotelben. Hát itt is jó nagy tévé van. Uh-huh. Ekkor hát én nem is nagyon láttam. Na jó meccsen, igen, hát az... Az nem tévé, nem kivetítő. És itt egy... Ide még hiányzik szék, meg ilyen egyéb jaj. Dolgok. Hát itt van egy fotel. Ilyen idén pedig gamerszéket akarok berakni. Ezt meg hát inkább hagyjuk. Poénnak lettem, index idén tudjam vele szórakozni, ha nem vagyok itt van, de érted. Ja, van behűtve testbe. Hát szerencsére nem szeretem. Meg ugye szolgálatban vagyunk, úgyhogy nem is kéne ezt erőltetnem. Ja. Amúgy is összetöröm az autót, nem hogyha még viszok is. Uh-huh. Támogatom. A dolgokat. Hogy törjem össze az autót? Hát, jó sibályok, úgyis megjövődjek. Á, én elviszem a szerelőtelepre. Elviszem a szerelőtelepre. Telepre. Terepre. Mi? Hova? Szerelőtelepre. Ja. Hát, ugyanannyiba kerül. Akkor menjünk ki a Benizhez, a 826-ra menjünk. Oké. 826-ra indulom. Hát ezt fogjuk rá, hogy romcsi volt. Nem tudom, mi történt. Ha már szerelőterepről volt szó. Terep, telep, mindegy. Néha össze a szavakat a keverem. Uh-huh. Látod azt az oszlopot, milyen jó helyre nőtt? Pont az út közepén. 26-ra indult már valaki? Igen. Indultunk. Köszönjük. Csak ne essünk be a föld alá. Az nem vicci. Mondjuk, hogyha kipitálnak oldalból sem az. Elismerve a szerencsémet. Olyan ez a mentőautó, mint egy iskolabusz. De csak néha. Valamikor tök jól működik. Látod az urat? Aha. Ott jelzi az út közepén. Hello. De itt van egy telepont. Elütötte ez az állat. Hova is a 826, hogy tettem ebben én mit oldalról. Nagy gondolom már lehúzták az útról. Ő ütött el téged. Nem nézzük. Nagyon gyenge a pulzusa. Megölted akkor felállt. Hát erre fektetem. Nem mindig te veszettél. Nem lélegzik. Megkezdem a lelkas kompresszió. Menj már. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Üdvözlöm, uram, hall engem? Nem vagy egy diákos. Te vezettél meg mindig. Emlékszik, hogy mi történt? Nem tudom. Elvileg itt valamelyik úr elütötte önt. Az az úr elütötte önt. Vagy hát nem elütötte, hanem oldalba jött neked. Vagy hát oldalba. Jött, igen. De legalább lehúzták az út közepéről. Igen. Milyen fáj az úrnak? Úgy a fejem nagyon-nagyon fáj. Megkérném, hogy üljön le. Miért szállott van? Egy picit rájövök rádióra. Hallod bárki rádiózást? Na, látok egy csúnya sérülést a szemöldökénél, azt lefertőtlenítem. A fertőtlenítő kendőt használok, ez előfordulhat, hogy csípős érzés, ezt háromra elkezdem kitisztítani a sebet. 1, 2, 3.
Egyet kivettem. Amúgy a cég. Ezt egy csodálatos kis kötést. Ezt felrakom ide a szemöldöke felé. Meg kellene még kölgél a kezembe. Itt van, uram? Igen, igen. Köhögjön a kezembe, kérem. Hát nem véres, szerencsére. Vannak még zúzódásai, adok fájdalomcsillapító kenőcsöt, ami segít egy kicsit a véraláfutásoknak felszívódni. Ez ilyen hűsítő hatás lehet. Szeretnék egy nevet és egy foglalkozást. Jacob Rage, Jacob Spam. Rendben, rendben. Ezt majd 72 órán belül legyen szíves befizetni, nyalókát adhatok. Milyenek vannak? Epres, almás, narancsos. Epres. Adom is. Tessék. Vigyázzon magára. Nem beradnak. Viszlát. Viszlát. Ó, bazd meg. Igen, túl sok az eset. Olyos lesz szerintetek? Most ez egy randi volt, vagy ez úgy mi volt? Csak nem, nem az eseteim. Jó, azt tudom, hogy Alanának valóság, mert itt akarom, hogy a smoksz kutyusa van. Hát... Ez zöld volt még, amikor elindult. Bassza meg! Nem lehet. Semmit döntek el, miért álltak meg? Semmit. Jól van, uram? Semmit nem. Nincs jól. Miért döntek el? Hát nem vagyok. Miért döntöttük el? Azért, mert nem. És tovább megy. Na már, menjünk vissza, nézzük meg a számát. Lici. Öngyilkosság, és azt jelenteni kell. Esának. Uram! Uram! Mondja. Maga öngyilkos akart lenni? Igen. De miért? Mert kirúgtak onnan, ahol nagyon szeretett dolgozni, voltak jó barátaim, ott munkatársaim, és jól éreztem magam. De hát ilyet akkor se szabad csinálni. Ugye tudja, hogy de. Ez... Jobbat érzek. Ez ellentmond minden városi szemléletnek. Miért? Miért? Az öngyilkosság nem támogatott. Tényleg? Uh-huh. Így van. Jó, akkor bocsánat. Semmi baj. Viszlát? Viszlát. Iparoltatlanak. Ki? Mindent is iparoltam. Nem csak a panakét. Nem. Én mondjuk majd írni akarom a reportot róla, de mindegy. Nem volt túl sok esemény igazából, tehát rögtön úgy kezdtük, hogy egy újraélesztés nem sikerült, aztán onnan egy 10 méterre van egy autóban esetet szembe. Várjál, most vagyunk egy páran, van egy pár... Nem tudom, az a baj. Az a baj, nem tudom. De... Úgyhogy igazából nem történt semmi, csak ilyenek. Oda nem mászok le, az felejtős. 3-8 tétre megyünk. Oké, 8-34. 8-34. Hali, 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 ho. Szia, hola. Mi a helyzi? Nem sok, minden jó. Jól vagyunk, elvagyunk. Ó, baszki. Ja, Olaf is amúgy csak én nem. Szkolt, most te is kezded? Igen. Micsoda? Nem, ez barkópa? Hát próbáltuk, esetleg elment a hangja, és próbáljuk mindig kitalálni, hogy, ja. Hogy mit akar mondani. Sónájtólag tudsz szájról olvasni, de hát nem győzött meg.
Hát azért, azért nagyon sok ételre tudtam fordítani. Mocslip vagyok. Szóltam Essának, erre mit csinál? Mutatja, hogy oké. Okay. Nem ment a hangja. Nem nagyon a hangja. Lehet, hogy hallani se hall. És akkor ezt csináltam. Esen. Mondom, de hát Esen, nem ölhetjük meg. Ja, meg voltunk ki kajáért. Meg, hát már randira értél ide, ami most nem tudom, hogy randi volt-e. Az fát, az akár odébb lépek egy kicsit. Az a gond, hogy ezt a valóságban sem tudnám, hogy ez egy randi volt-e. Mi a fertőző? Hát ez a némaság. Most, most miért mondod azt, hogy a némaság fertőző? Már maszkolt se beszél. Nem, beszélek csak, átvehetlek titeket. Báá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 á
Hát férje van. Rosszban. Mm-hmm. Nagyon rosszban. Te sose voltam. Mm-hmm. És szeretnéd, hogyha egy orvos megvizsgálna? Mm-hmm. Én nem vagyok az, sajnos. Ezt vártam. Valaki? Van, hát meg kéne gyógyítani. Emberek, halló! Nem számít. Megyek meghalni a bokorba. Gyere, Alana, ha engedélyezed, akkor én el tudok látni. Most miről maradtam le? Na, most látjátok, mit csináltatok? Én szegénynek, nem voltam gondolkodva, nem tudom, miről maradtam le. Egyébben egyszer van szüksége segítségre, és nem számított rátok. Hát, megnézem. Szégyeljétek magatok. Valami orvost hallottam. Hát igen, egy orvosra lett van szüksége. Ja, az meg azt hiszem én vagyok éppen jelenleg egyedül, úgyhogy ja, mindjárt jövök. Na, most már hagyjad, mert elment a bokorba. Ne hagyjad pisilni, ne, olasz. Hagyjad végképpen pisilni. Azt mondta, hogy meghalni megy a bokorba. Nem akar ő meghalni. Szerintem csak pisilni meg. Hát most nem az, hogy meg akar halni, hanem sérüléseiből lehet, hogy érted, haldok. Ú, olyan torin van, srácok, besaltok. Alana, élsz még? Úristen, Olaf, neked volt igazad. Nem, még él, szerintem csak alszik. De hogy is, vigyük be. Gyere, én megemel a vállánál, te meg a lábánál, vigyük be. Háromra, egy, kettő, három. Jó lenne látni, mi történik. Nem akarjátok ellátni a lanát. De csak gondolkodtam, nem hallottam, hogy mi történik. Legkupaszabb medikusnak kell intézkedni, hát nem igaz. Mi lesz velünk a lana nélkül? Hol tovább mi lenne a Dexter a lana nélkül? Élne, mint hal a vízben. Ez mondjuk azért egy érdekes kijelentés volt. Mit mondom, megszólalt? De csak csúnyán köhögött. Ó, bencse. Csúnyán köhög, akkor lehet, hogy neki is valami a torkának. Mit hozhatok, Alana? Langyos teát? Hideg teát? Szerintem egy vitamin infúziót. Forró teát? Rohanok is. Akkor az infúziót befőtöm én. Az meg ez tényleg ragályos. Na, előveszem minden kis vitamin infúziót, felrakom mind az állványra. Beszúrom a branőt ide a vénába. Egy, kettő, három. Van meg a már megy is a vitamin infúzió. Mindjárt megírom neki SMS-be, az biztos érti. Kedvenc elmes szívcsért kis bögrétben a forró teát. És
segítsek meginni? Kicsit megfolyom, mert nagyon nagy túlforra legyen, hogy segítek egy kicsit felülni. Segítsek úgy, neked meginni. Tudom, a szállhoz lassan meg ne égesd a nyelvet. Lassan szűrcsör csak, jó? Túlsó SMS, SS, megyünk Lássával. Kicsit segít. Hát jó. Tudom neked, jó? Jó. Gets. Miért kezdek el sugdolozni, hogyha valakinek kezd elmenni a hangja? Szolgyarítasz. Jobb valana. Valamennyi. Egy picivel jobb. Úgy fáj a létezés, el nem tudom mesélni. Nem tudom, mi van a sem. Érted, Olaf? Én alig értem már. Jó, én értem. Berakom ide a poharat. Miért lehetőleg messzebbre rakod? Miért nem a mellette lévő szekrényre? Átfizem oda, Olaf. Oda. Ide berakom. Ide, pont ide. Így, oké. Okay. Baszki. Majd hozok még mindig utántól. Kicsit megtörölgetem a homlokod, mert így gyöngyözik. Mi lehet valami? Hát nem tudom, lázat kéne mérni. Van lázmérő nálad? Hát itt van a fiókban, hozok egyet. Rektális lázmérés, mert nem egyezek bele. Ez hónai lázmérés. Áram az égnek. Vagy fül. Az is van. A lézeres fül lázmérésbe beleegyezel? Igen. Akkor itt lassan, óvatosan félrehajtom a hajadat. Elves? Elmes az akcióban. Az hőemelkedés. Na inkább látsz. Nem, mint a hölgyeknél az még csak hőemelkedés, férfiaknál az már a halál. Jó pihit, ez jön. Mondjatok meg neki, hogy viszlát. Anna is, üdvözlöm. Hozok neki egy gyors szép borogatást. Jó. Miért nem ő mondja? Nem. Nincsen jól. Na, megyünk is elő a jeges borogatást. Tökre nem jutok be gyorsabban az ajtón. Na, hoztam jégtasakot. Becsomagolom egy húzatba. Felhelyezem ide a homlokodra. Nullára indulok. Aztán túl közel mentem a sávhoz. És a sávval mi van? Hát tudom, ilyesmi. Nem van hangja. Szerintem vigyük át Alanát a zárt osztályra hátra. Különítsük el. Ha fertőző, akkor majd megfertőző. Ja, karanténba? Igen. Mert akkor vegyünk fel maszkot. Na. Alana, vigyázz magadra, jó? Ebben van egy gázszűrő. Na. Vegyek, aztán alszok. Majd beszélünk. Sziasztok! Sziasztok! Jó kulás, Alana! Jó ét, jó ét, jó ét! Ciao, ciao! Akkor vigyük Alanát az ére, karanténba. De vegyél fel maszkot, nehogy megfertőzzem. Én veszek fel én is egyet. Na, akkor vigyük. Vigyük. Fertőtlenítsétek majd le az ágyat. Hát az Katika néni megoldja. Itt voltak egy ágyas kórtermek, ha jól emlékszem. Igen, itt. Ó, szemüvege van a vacinak. Azt a... Tim, itt vagy a rádión? Hát ez szerint víruson. Ellátok, de mondjad. Hang elvevő vírus. Na, vegyél fel maszkot és SR is tegyél. Valószínűleg fertőző, mert Alana is elkaphatta tőle. Az elkülönítőbe kezeljük Alanát. Ja, Alanának a Steam fiókja, a SARS-CoV-2. Csak ő nem tud válaszolni. Tudok valamit segíteni? Menjek! Van valamire szükséged? Jó, nem szabad. Gyere, Gyorgyi, gyere! Hát én jelenleg még várok egy kicsit. Levegőre. Jelenleg még
korlátozott a látskeröm. Kínai népi gyógyításban benne vagy hát, ha működik? Ez milyen? A mentolos vagy eukaliptuszos kenőccsel bekenik a mellkasodat, azaz, mert ezzel gyógyítják a kínai a 99%-os sikerben. Egy próbát megér. Rendben, gyors, hozok ide kenőcsöt, addig tarts ki. És amúgy tényleg így gyógyítják a kínaiak az aszmát, és tényleg 99%-os sikerrel. Meglepődtem, amikor olvastam a cikket. Bazd meg. Gyere és veszük a kenőcsöt. Azért a norvég vér. Levennéd a felsődet, hogy be tudjam kenni? Persze. A főnöktől ilyet kérni? Ez rip. Én is eszem a krémet. 8-9-re megyünk esával. Bekenem a mellkasodat. Hát, ó, baszki, most nézem, mennyire kint vannak a bordáim. Nincs ezzel különösebben baj szerintem. Belemasszírozom a bőrödbe. Ez ennél erotikusabb nem tud lenni, baszki. Tehát 3D modellek. Amúgy köszönöm, ez egy gondos válogatás volt. Szia, Rexi! Na, hagyjuk egy kicsit. Hozzatok antibiotikumos infúziót. Rendben, futok érte. Az meg, nem a röng. Egy ajtó van arra. Kott Kálisz jellel jött meg, tehát további szép esni. Hello, jó pihét! Most szimuláljuk a Covidot a GTA 5-ben. Na, és ez az antibiotikus infúziót. Ha eltűnik, addig alul, akkor sírni fogok. Hát nem tudom. Igazából egy órája megy. Úgyhogy fogalmam sincs. De a Twitch-ban haldoklik. Tehát ezt majd többen észrevették, hogy a Twitch-ban nagyon rossz. Na, fel is rakom ide az infúziót. Kis állványocskára. A branő még benne van a kezedben, úgyhogy ezt gyorsan átkötöm. Úgy, már folyik is. Szuper. A mentolos kenőt segített valamennyit? Egy kicsit, igen. Tehát akkor 1-től 10-es kell, most már csak 9-es a megfulladásod, ugye? 8-es. Akkor többet segített, mint gondoltam. Itt újra köztünk. És csak tudnak valamit, ne sergelek. Hát nem egészen koronavírus van, csak most szimuláljuk, hogy esárak nincs hangja. Mi sárga? Bocsi, egy kicsit elkalandoztam. Mégiscsak. Hát azért a népi gyógyászat ott mégiscsak élnek több mint egy, sőt majdnem 2 milliárdon vannak. Tehát valahogy túlélték. Vesszek kell egy ibuprofen tartalmú injekciót, az láz és gyulladás csökkent, ezt beadom ide a karodba, jó? Hát ha segít. 1, 2, 3. Úgy meg is van. Gyors le is tapasztom. De rohadtul fáj a hátam. Remélem azért hatni fog. Reméljük. Vagy max elviszlek egy hideg fürdőre. Hideg fürdő? Kiviszel a tóhoz? Hát valami olyasmi. És beledobsz? Nem, beleviszlek. Azaz, most előbb leerpésztük, hogy az orrában van egy légszűrő. Átfekszek az alsóra. Jól van, addig bekapcsolom itt a sólámpát a sarokban. Hát, ha kiírtja egy kicsit itt a bacikat a levegőben.
régen engem is kiírt. Nem, csak a baktériumokat. Az a szép, hogy egyébként én is közögök. Minél hamarabb. Hogy minél hamarabb meggyógyulsz. Igen, pont ezt így értettem, igen. Előveszem ezt a mentolos kenőt, csak megpróbáljuk hát, ha a hátadon is segít egy kicsit. Úgyhogy átkenem vele a hátadat is. Kicsit belemasszírozom a bőrödbe. Hát, ha legalább tágítja egy kicsit az ereket, úgyhogy könnyebben tud terjedni az ibuprofen a véredbe. Remélem. Akarom tudni? De én ezt így nem annyira értem. Szólj, ha szükséged van valamire. Oké. Oké. Hát ez az alappóz, tehát ebből az elmozdulás az a játékos általi. Hú. Felejderekem a hazom, hát hasonló fekszik, de viszont nem kéne a hátam feküdni. És az oldaladra? Ez jó lenne, csak nem tudom, hogy kell. Várjál. Mire kell gondolnom? Alszik. Hát szerintem az elkísérletezett. Ja. Szerintem először a före. De viszont pedig... Na, csak megoldjuk. Jaj. Oh, baszki. Günti, egy aktuális helyzetjelentést tudnál mondani? Alanáról? Gyorsan megfakult és összedem össze. Itt vagyok bent Alanával az egyik ilyen egyes korteremben, ilyen egy személyesbe. Megvakultam részlegesen. Kérdezem, megvakultál? Mi a bot? Kap antibiotikumos infúziót, az még csöpög. Illetve kapott előbb ibuprofen tartalmú gyulladás csökkentő és fájdalom csillapítót, mert láza van. Nem új. Kárlá az új. Alana januártól nem volt. Tehát Alana egyébként nagyon régi, hát adminisztrátor rangban van. Hol vagy csak alá? A röntgenes folyoson tovább jössz, hát jössz az ajtón, balra fordulsz és ott jobbra az első korterem, de mozgban gyere be. Kijövök a folyosóra. Kimegyek a folyosóra a só elé. Oké. Okay. Vagy beakadok a textúrába, az is egy jó itt. Hogy vagy ellene? Hát, hogy fogalmazzak? Szarul. SARS-CoV-2 GTA 5 RP. Mettél vértőre alap? Nem. Egyelőre gyulladás csökkentésem vagyok. Vírus kaptál, vagy mi van vele? Nem tudom. Fogalmam sincs. Egy 5 perccel ezelőtt kapott azért a gyulladás csökkentőt. Ha még most leveszed a vért, akkor még jó lesz. Most megy engem, hogy a mentés rosszul van a vért. Ibuprofen tartalom intravénásan kapta. Uh-huh. 6-5-5-re megyek. Majd jövök. Fogsa. Miért vagyok monitoron? Nem vagy monitoron. Most csak úgy ott van bekapcsolva. Ja. Yeah. Ha monitoron lennél, akkor lélegeztetőgépen lennél, és nem lennél eszméletednél. Akkor nem tudnánk itt beszélgetni. Pontosabban nem tudnál beszélgetni egy farkas, maszkos orvossal. De szerencsére aktív szénszűrő van az orrában, úgyhogy ez így bírja.
És most... Ide tudod adni a telefonomat? Persze. A... Hova tetted? Hát a laptop meg a táska mellett. Ah, rendben. Lelátom is. Tessék. Köszi. Azt a szöget nézzél. Jaj, szomja, ne hajl Olaf. De mondjuk még azért bírja. Kedves női nézőim, ki tud ilyen szögben feküdni, ülni? Nem tudom, mi történik most. Koronavírus pandémia. Vagyis akkor a GTA 5 RP pandémia. Raktam ide magam menni. Rendben. Hozzak valamit esetleg? Egy tehet. Rendben, rendben. Hozom. Kínai tehet szeretnél? Valami jó mentolosat. Azért lehet, hogy egy kicsit autóznom kell. Ó. Ugye a Simurába. Nekik vannak gyógytáik. Akkor elfutok a Simurába gyógytáért, mit szólsz? Oké. Okay. Addig tarts ki, próbálj meg egy kicsit pihenni. Ha rosszul érzed magad, akkor itt a nővérhívót meg tudod nyomni. Oké. Okay. Talán Katika néni legalább ide siet. Reméljük. Köszi. Azaz. Sietek vissza. Kérnek egy csúraszájtot a Benítszak. Üldjük. Ti. Kár, hogy ide bennem lehet sprintelni. Ó, bassz meg, Olaf. Jó helyzet, Olaf. Most megyek a Simurába gyógyteáért. Gyógytea kell a Simurába? Aha. Na most mi van? Mi van a lanával? Rendben van? Hát még mindig nincs túl jól. És mi rajtad ez a farkasszett? Ez egy régi katonai gázállarc egyébként, ja, álcázáshoz. És hátul vannak Georgiék? Na, egyedül voltam én ott. Ja, és hol vannak Georgiék? Nem tudom, nem jöttek be. Show volt benne előbb egy kicsit. Ugye elfutok gyors gyógyteáért, megtaláljátok? Megvan nálam a gyógyszer. Akkor nem menjek gyógyteáért? A meleg tea itt van nálam. Az egy utolsó a városban, Alana, hol vagy? Jövök, mutatom. Leghátul van. Már mutatja, Olaf. Ti. Alana! És elhúznak egy gyógyszert. Meg vagy? Sziasztok. Hello. Úristen, Alana, megtaláltam a gyógyszert. Gyógyszert. Vagy nem. De megpróbáljuk, igen. Gyere, segítek, jó? Mi a kedvenc számod, Alana? 691. Ezt postold meg. Az utolsó a városban. Hajtsd le fenékig. Okay. Mi történt amúgy, Alana? Nem tudom, kapart a torkom. Aha, úristen, hát akkor aztán... lehet, hogy ezt... Rendes citrompótló van benne. Rendes citrompótló van benne. Feküdj vissza közben egy picit, vigyizzél még. Majd szólj, hogyha javul a helyzeted, Alana. Rádión, elérsz minket. Oké, okay. Jó. Lebeg. És akkor Georgie rád nézett, és egyből vak lett, vagy mi? Amiért tettem azt a rét. Georgie be se jött, azt hiszem. Georgie, akkor Georgie még rá se jött? Akkor hogy lett félig vak? Lehet, hogy neki kinek? A szemét támadta meg ez a... És hát, na rendszernek valóságban is ilyen hangja van. Georgie, te hol vagy? Te tudom használni a torzítót, aki tényleg ilyen hangja. Meghalt, jó. Akkor egyel kevesebben vagyunk. Aki elment a látásra, le is bénult. Itt bénult, Georgie. Aha, és hol vagy? Elmegyek Borbélyhoz, és veszek egy maszkot magamnak, hogy nehogy én is megfertőződjek. Jó, de hogy itt tapogatózok, tapogatózok. Mindjárt közelben van egy ember. Úristen, Tim, lyukas a maszkod. Nekem? Timnek. Ja, Timnek, nekem is lyukas. Maszk vagyok. Jó, elmegyünk, Gyorgyi. Gyorgyi. Úristen. Nem, hogy miért hagytátok Gyorgyit vakon, bénán valahol az út mentén? Hogy szerezzek egy maszkot, ezt már nem akarom én is elkapni. Jó, már megyünk már, mi már van rajtunk, ez egy teljes védőruha. Megvakultam a vírustól. Kimegyek a mézbankos esetre. Ez rip. Na jó. Ja, a csajnak ez egy szerintem tök nőies hangja, tök normális hangja. Köszi, Gyorgyi. Még azon gondolkodom, lehet, hogy a nagyon friss levegő jót tenne.
az, hogy kimenni a hegyekbe. Aha, ott a legtisztább a levegő. Vesd fel az ötleted Esának. Hát mindjárt majd, ha visszaér. Nekem most már valószínűleg úgyis mindegy, mert hát én voltam veled a legtöbb időt maszk nélkül. De hogy mindegy. Bármint, hogy elkapom-e vagy nem kapom el, tehát ebből a szempontból. Kapd el labda! Hát szerintem ez nem az a játék. Bár, ha ezt mondod Árcsinak, ő valószínűleg ugrana. Viszont semmi, amivel tudnék neki. Tartsatok neki a parkásból. Nem megfertőzni szegény kutyust. Hát nekik az immunrendszerük alapból vált ki C-vitamint, úgyhogy elég kicsi az eső légúti fertőzést, hogy vírust összeszedjen. Igen, inni akarok, bazd meg, miért a pörköltet basztatom? Ja, enni is kéne, akkor azért, mi van? Ó, basszus. What? Csak én láttam azt, hogy benne vagyok az ágyban. A kezed volt csak nálam. Előbb lebegtél, ha ez vigasztal. Hozok neked valamit. Oké. Okay. Nem, Georgie-nak ez a problémája, nem látja a félvilágot. Maci az? Talán? Igen, Maci az. Rip. Nézd, így gyógyulj meg, mackó. Gondoltam, hogy inkább virágot hozok, de aztán rájöttem, hogy azzal megölnék egy élőlényt, úgyhogy inkább hoztam egy plüsmacit. Ah, miért? Aztán ki tudja, hogy hány élőlény halt meg. Nulla. De rakom ide a fejed mellé, mit szólsz? Jó, itt vagyok. Alana, merre jártál utoljára? Még mi van? Jobban vagy már? Egy picit. Egy picit? Jó, de mit csináltál? Hol jártál? Voltam a... Mi az? Nem tudjuk. Benzinánál. Di benzina, igen. Esetten, majd esetten, a Rifóba. Aha. Először Beniz. A dibenzinán, igen, dibenzina, Rifó, Beniz, igen. És utána jöttünk vissza a kórházhoz, de... akkor már rosszul voltam. De találkoztunk egy gyerekkel, aki öngyilkos akart lenni. Ajjaj. Igen. Hol? A főpublik, a kockapark mellett. És neki mi volt? Ja, ő volt az, aki mondta nektek, hogy el kellett volna ütni. Igen, igen. Igen. Hát nem hiszem, de az autóba ültetek, nem? Igen. Igen, nem csak hiszem, hogy ránézésre kaptad volna el a vírus. Jó, megnézzük akkor. Írtad? Jegyzetelted? Igen, mond? Dibenzina. Azt szeretném kérdezni, hogy az nem lehet megoldás, hogyha kimegyünk nagyon friss levegőre, a légúti betegségekre szokott segíteni. Hát a Covid kialanát, mondjuk. Próbáld meg, hogy fővisszat a helipedre. Igen, ezt akartam mondani. Na, gyere, hát én mondjuk az erdőre gondoltam, mert ott a fák tisztítják. És Beniz. Beniz. Hát az erdőre gondoltam, mert ott a fák tisztítják a levegőt. Felveszem a felsőmet. Jaj, csak nyugodtan. Hova megyünk? Szerintem erdő. Mert először megnézzük a helipedet, csak hát a város az eléggé smogos, úgyhogy... Ja, a smog meg fölfele száll. Ó, baszki. A pöpet szédülök. Támaszkodj rám. Szerintem ez a lásztól van. Nem mint, hogy a beteg karaktert jobb lenne leerpézni. Az infúziós tasokat ugye fogod? Persze. Hák se. Most már? Abba az meg, elakadt a ajtó. Fekete. A fekete mindenhez illik. Még a fehérhez is. Basszus. Ó, de erős a fény, basszony. Kék a retinám. Lecserélem szemcsire. Itt mondjuk basszus. Szerintem leveheted a maszkot, mert csak hátráltat a légzésbe. Erre vagy, Gyorsi! Ráfordulok tőled. Volt ebben a szélszűrő van a farkas orrában, úgyhogy... ...ez bírja.
Hát nem igazán segít. És az erdő, vajon? Nem tudom. Vagy a sós vízi levegő? Nem tudom. Csak nincs hajó. Miért? De helivel is ki tudom menni aktra. Ja, de én például nem tudok helit vezetni, neked meg most nem kéne. Ó, bassza meg, tényleg. Jól vagy? Hát... nem jobb. Nem jobb. SH nem lett túl sokkal jobb a helipeden, úgyhogy szerintem erdő kéne, vagy sós vízi levegő. És SH nem válaszol rád, jó, ez a legszebb. Lesegítenek vissza az osztályra, mit szólsz? Oké. Menjünk. Összeveszem a maszkot, várj egy pillanat. Jövök. Menjünk. Hát én most ezt a korona RPG-t élem. Minden oké. Persze. Oké. Családban nem üt a vénkő, meg rossz pénz nem vészel, meg ilyenek. Persze. Veszes. Meg különben is, ha esetleg meghalnék, még az ördög is visszahozna. Neki se kellene. Zekk a házban. Mondjátok neki, hogy vegyem fel maszkot. Zekk a kórház területén belül, légy szíves, legyél a maszkban. Ez is nem jó. Nyugtázom. Kéne egyet meditálnom, az az igazság. Te só? Igen. Te tudsz helit vezetni, ugye? Próbálkozok, igen. Kivisszük a nonnát valamelyik jaktra, hogy a sósvízi levegő hátra segít neki? Vihetjük, igen. Kivihetjük a jaktra, igen. Oké, mert itt a smogban nem annyira jó a heliped. Igen, igen, igen. Mit szólsz a nonna? Mégre kell kimenni. A paletóira. Jó, hiszem. Amit múltkor néztünk? Viszont ott még nem voltam, úgyhogy... Ja, hát azt majd jelölöm. Azt majd akkor jelölítek. És hát próbálkozom, mert én sem emlékszem a pontos helyszínére, de mindú. Vagy ott éjszakabbra is van egy. Azt mondom, a paletó melletti. Ahol múltkor voltunk. Ahol volt a cica szobor. Azon kívül van még egy ott paletónál. Ja, azt nem tudtam. Ami... teljesen kint van a tengeren. És alig látni róla bármi. Akkor mondjuk még nem jártam. Na, hozzam a helit. Ó, heli. Beülök hátra, üljetek előre. Inkább te ülj előre, ott van ajtó. Ami megfog. Nem akarok a fülkébe. Persze. Ülj be előre. Becsatolom magam, jó? Nehogy véletlen kies. Valahol, ott vagy ott. Ott, inkább ott, arra nézünk el. A kis. Na, még helizünk is van. Bár egyébként meglepően alig terhelni a videókártya most valamire játék. Nem ér semmi, nem is értem, hogy mi történik. Most nem tudom, ez a koronavírus-szerű történet az most, ezért. De azért bejön. Tehát egy RP-ben tök jó, valóságban kevésbé.
mindenki kis izé maszkkal ért, de meg a farkas jelmezbe. Vinewood. Mekkora erdő? Tök jól néz ki amúgy. Most tök jó, hogy írtam esélynek SMS-t. Mit lehet, hogy visszaírt? Nem. Mit keres kint George a szigeten? Nem tudom. Lehet, hogy hódoszik. Nem tudom, hogy hol volt a jakt, srácok. Ezt a ti mit mond? Meg vagyok, érdeklődő vagyok, 7-8 métre mentse valaki, most van az orromon. Nem ment még rá senki, csak mennyi nyugodtan, mit vagyunk a ti benzinám. Jól van, menjek, leveszem ezt a maszkot, hogy senki nem hol egyet. Azaz, amúgy. Volt katonai maszk. Meg mert Olaf, hát norvég, úgyhogy igazából viking, és így... Olyan hülye hangja van. Hát gondolom ezért használ FFP2-es maszkot. Ez. Vagy KN95-öt. Mi a helyzet, Olaf? Visszük Alannát egy jaktra, hogy a sósvízi levegőt tudjon szívni, hát ha az segít. Hát ott a sókamra, az alaksorban, hát most... Nincs is alaksor. Itt lesz valahol? Jobbra. Azt hiszem... Nem tudom, itt kell lennie valahol. Itt kell lennie valahol. Azért tudom, mert amikor jöttünk tegnap Timmel keresni dolgokat. Akkor ledudáltak minket vitorlással. Aztán ja. Biztos erre? Hát én vesztettem a jobbat a balral, vagy balt a jobbal, baszki. Oh, basszus. Bocsi, nem vagyok a dobban. Semmi baj, akkor még megnézzük másik oldalt is. Oh. Istenem, de szar. Csak ne ereszkedjen le ezért kötéllel, mert az nem vicci. Amúgy még DirectX 10-re is tök szép a játék. Úgyhogy itt kiugranék a helyből, meg túlmenném. Nem lehet, hogy kint ebben a jakt? Vagy hol szokott ez lenni? Ó, de szép a víz! Oh. Nem tudom, te itt még... Nem is nagyon láttam jaktot, én csak egy jaktról tudtam eddig. Hát egyet tudok itt Paletón mellett a félszigetnél, ott van egy. Meg ugye van a nagy a móló mellett. Azt én igazából itt menjünk egy kicsit jobbra. Megkülönbözteti egymást a hullámokat? Mi? Nem látom. Ennyire hogy tud kihajolni valakit? Mi a fasz? Pedig itt voltunk valahol. Itt a lábam. Hogy álmodtam volna. Az ki. Akkor menjünk arra, vagy nem tudom hol van. Basszus. Valahol ott lesz, akár. De úgy meghalnék, hogyha ezekre a szarokra ráesnék. Ott van. Ott. Nagyon pici helipad van rajta. De simán le lehet rakni. Jó, csak szóltam Sónak, hogy ne érje váratlanul, hogy pici a helipad. Ugyanakkora, mint a bentin, nem? Másik. Ez kisebb elvileg. Kisebb. Oh. Mondjuk a módonál nem szűkebb. És most kiugrok.
Az rip lenne. Az nagyon rip lenne. Szerintek, ti keresitek valamilyen problémát? Mondjátok, hogy vettetek vért. Mondjátok, hogy vettetek vért. És a sóshíthez. Hát, most osztuk ki majd mindjárt. Vettünk vért tőle. Jó, az jó, a vért vettetek. Mi meg voltunk eddig a Tibenzinán, elég penész, meg gombás, ott minden. Inkább penész, gombás. És hogy majd viszünk be mintát, azt majd vizsgáljátok már meg a laborban. Oké. De kicsit levegőz. Valaki van bent? Gyerti, kint vagytok. Jó, lerakjuk a laborba a mintát, jó? Na, elhaladunk. Kimegyek a hajóra. Oké. Okay. Jövünk veled, hát, ha valami baj történne. És hát nehogy valami baj történne. Hát, azért jövünk, igen. Jó, fogyatékos vagyok, bocsánat. Ó, basszom. Vagyok. Meg vagyok, bocs, nem bírtál a lábam. Várj, leugrok először, én azt elkaptam. Ó, oh, basszus. Akkor nem. Bocs. Lana, amúgy milyen kapcsolatban volt Georgie-val? Őszintén. Kárnátok egymást? Hogy kikáztatok? Tehát egy légtérben. Megharaptad a Lana Georgie-t? Nem, tehogy is. Esnedben cseréltetek bármilyen formában? Fúj. Most meg kell kérdezni, hát orvosok, meg kell kérdezni. Tehogy is. Ez... ja... rip. Jól vagy? Kifekszek egy kicsit feljel. Arra az olyan a napágy. Akkor nem volt, ugye? A fúj alapján úgy értem, hogy... Teküldje szerintem. Mondjuk, hogyha napozol, a D-vitamin az segít, az is jó az immunrendszernek. Basszus, elsüllyedek szépen. Hát vagy napozz egy kicsit itt a hajó fedélzeten. Ez kemény maszki. Kezd jobb lenni. Na, a sós vízi levegő az általában segít a tüdőnek. És amúgy tenni. Csak hát ahhoz tenger kell. Ami hát ugye Magyarországon ugye nem van. Azt szóval, hogy napozzak egyet. Hát a D-vitamin az segít az immunrendszernek. Hát akkor veletek. A hülye cipő. Meg hülye nadrág. Hülye bóró. Azt szóval. Menjünk. Hú, ez hideg. Mindegy. Kibírom. A lázadra mondjuk jó, hogyha hideg. Hideg. Jó, hát... Baszki, te fáj mindenem is. Szerintem tök jól RPZ-e a légúti beteg. Ez jó. Szerepét. Hát szerintem orvosként megbuktunk úgy, ahogy voltunk esen kívül. Megyünk vécívásra itt a nyugati autópályánál. Úgyhogy orvosként szerintem ezt csúlyra elbuktuk. Szerintem nem, mert ugye még annyira a mentős RP-ben nem nagyon tudok, hogy mit kezdeni. A vérben hagytad a laborba, ugye? Aha. A mentős RP-ben annyira nem lehet szituációkat kérni, legalábbis szerintem. Nem láttatok sem. Lehet elfolyósodott a gerincem? Nem, szerintem csak... Tehát az majd max akkor, hogyha már nem mentős RP-t tolunk, hanem illegálkodunk, vagy valami ilyesmi. Vagy, ha a másik szervert streamelem. Már ott mostanában fog indulni frakcióm, ha minden igaz.
Úgyhogy ja, ott valószínű. Játszok egy másik szerveren is, egy ilyen kis kezdő szerver. Jelenleg 20 slotos, tehát nem egy túl nagy extra. És hát igen. 8-9 vízbe full. Jobban vagy? Vagy, nem tudom. Nem tudod, hogy jobban vagy-e? Tehát így egy picit szerint. 8-3 is vízbe full. Minden esetre. Hát a jelenleg ízét, nevét éppen nem tudom, eddig ITC roleplay volt. Viszont... Csak miattam ne várakoztassad. Viszont tegnap vonták össze, vagy tegnap adott egy másik szerverrel, és a jelenlegi nevüket még úgy nem tudom. Azért a cipőn keresztül felvenni a nadrágot, az valami. De majd lesz onnan is stream. 8-8-ra megyünk. Ja. Mondjuk valószínűleg nekem egy fertőtlenítő fürdő fog kelleni, így kezdetnek. Hát fáj, adok én neked fertőtlenítőt, add a kezed. Hát de az egész testemre kell basszus, az arcom kívül, sőt még az arcom ja. Is fog kelleni. Hát jó. De srácok, hogyha elvisztek egy izébe, egy ruhaboltba, akkor átveszem az izét. 710-re megyünk. Én most kell a fertőző cuccosimát. Ja, vagy védelmit. Azt. Itt is van ruhaboltnál. Van Balettóban, csak nem tudunk leszállni. Kereszkedek, nem tudom. Eladok meg, nem tudsz visszaszállni. Nem baj, nem kér, érte? Úgyhogy hát ott most lesz majd az én frakcióm, de... Versenyezzünk, hogy kiér oda hamarabb. Versenyezhetünk. Igen, még mindig rohadt jól néz ki ez a jakt. Bocsi. Megkössem előtte a cipőfűzőmet, az segít ilyenkor. Vagyok. Ő nyert. Azaz. Felveszem a vegyvédelmi cuccot. Jó van. Patronyról lesz. Szeretnék. Ó, baszki. És még mindig nem szintem enged be. Milyen, én nem tudok beszállni egy helyébe. Gondolj egy gére. Hoppá. Ne, én gondoltam a gére. A francba. Gondolj egy gére. Hát én gondoltam, de az sem segített. Mert mint a kolléga, aki a... Én gondoltam rá. Jóra kell idején. Most próbáld meg. Na, megy ez. Most, hogy már betörtem a lakát a helinek. Kicsit húzatos lesz. Hát egy picit, nem baj. Legalább szellőzünk, és nem marad bent a vírus. Ez report. Hát a baszki nem volt direkt, túl közel állt hozzám. Közben én álltam hozzá túl közel, na mindu. Jó ici. Itt, ott a kis úton le tudsz szállni. Kicsi, miért álltam? A ruhabolt mögé is le tudsz szállni szerintem. Jó lesz, nem? Menj vele, Olaf. Hogy van? Tim, találsz egyébként szellőzőt? Van?
És mindjárt elcsap egy autó, az rip lenne. Hát azt nem ott fogsz venni, ott a sapka van. Mulatszállítót kérek. Ja. Ez jó lesz. Ez megfelel a célnak. Szerintem igen, bár ez pilóta sisaknak tűnik. Tudod, hogy csak a Sheriff maszk volt. Hát, vagy marad a pilóta sisak, vagy veszek egy maszkot, egy rét. De volt egy ilyen rohamosztagos sisak, mint találtam volna. Rohamosztagos? Aha, tudod, csillagok háborognak filmben. Vagy csillagok háborúja, vagy mi volt? Ez igen. Kilóg alól a hajam. Azt szóval legyen a legkevesebb. De ez nem ruházat. Elvileg nem. Főleg a paramedik felirattal a hátadon. Ó, basszus. Egy. A 30 dolcsit tudsz adni. Nincs nálam. Amióta volt ez a hülye álom. Mi a kedves szám? 691. Ó, köszi. Nem tudom visszahozni. Hát újra ki kell keresni. Jó, megvan. Mehető. Egyben nem tud lehet visszatérni, meg megkörülni. Vissza kórház? Hogy vagytok, Ola? Most öltözött be Alana vegyvédelmi ruhába és vett fel maszkot. Ilyen légszűrős maszkot, tudod. Akkor nekünk már nem kell maszk? Hát azért nem árt, mert a kórház az tele lehet bármivel is. De lehet, hogy valaki a kórházba hozta be a fertőzést. Ez is van. Fonendoszkóp azért legyen rajtatok, kérlek. Vagy valami jelzés, hogy mentősök vagytok. Rajta van a hátán és a paramedik felirat. Meg rajtam is még csak az a maszk van, ami eddig. Az a farkasos gázállarc. Szia, mindjárt indulok vissza a városba. Megint nem tudok beszélni. Hátra próbálj, hátra. Hol vagy? Ja, ide tudok. Jó. Most le kell tennem, vezetek, sziasztok. Nem. Csorcs, mit csinálni? Nem tudom. Mit csinálok? Kiugranék, abba belehalnék. Azért biztos. Pisilnem kell, amúgy. Ja, nem csak mérlegelem a helyzetet. Nem zuhanunk. Nem.
Kicsit lente berezkedtem. Pisilni? Na mi van a gombával, Kászöben? Vigyázz a fákra, vigyázz. Vigyázz, nyugi. Milyen gombával? Jó, milyen gombával? Hát mondtuk, hogy vittünk be a laborba, gomba, izé. Hát mi még csak most megyünk vissza, Kati nénit kérdez a laborban. Jaj, akkor vizsgáltak már meg. Á, de nem Olafnak kell pisilnem, nekem kell pisilnem. Egyébként Olaf nem tud a helyében pisilni, mert az animat nem adja be. Csak, volt bent egy pap felszentelni a kórházat, nem lehet, hogy ő hozott be valamit? Mivel szentelte fel? De ő is belehalt, nem? Meg nem vércukos? Vércukos lett? Nem tudom. Ott az egyetlen fallosz formájú épület a városban. Az lesz, csak amíg helizünk, nem akarok. Mert sejtem, hogy mi van a háttérben, úgyhogy be kell jelentenem, hogy meditálni megyek. Egyébként viszket a mindenem, srácok. Igen, be kell jelentenem, hogy meditálni megyek. Nem mellékhatás esetleg a gyógyszer, amit kaptál? Nem hiszem, nem vagyok semmire allergiás. Az ibuprofennek van nem ilyen? Az meg az pont, hogy elmulasztja a viszketést. Hát kiszárítja a bőr. Mert én nével a témet láttam. Nézzél, penészre vizsgáljátok inkább ezt a hülye szart. Én meditálok egy 5-10 percet előtte. Meditálok egy 5-10 percet. Ti-ti-ti. Ja, muszáj. Egyél előtte Olaf. Így áll előtte, ahogy rohadjál meg. Na most tartunk egy pisi szünetet, ami egy cigi szünete, az egyben lesz kötve, és a kutya pisi szünete is egyben lesz kötve. Ti-ti-ti-ti-ti. És itt az új kutyás kép. És hát a pihenős kép. Ijjaj. Így van, nagy lány. SH? Pillanat, mond. Egy úr bejött a kórházba olyan tünetekkel, hogy fejfájás, rosszul lét, hányinger, asfájás, láza is volt. Nem tudom, nem kéne biológusokat hívni egyébként? Szokott, szokott biciklizni? Megkérdezem.
Nem szokott. Jó, pillanat. Jó, mindegy, csak kérdezem, hogy... Nem izgulsz. Jaj. Na, tartottam kis szünetet. Egy pillanat és visszatérünk. Probléma, az egy kis megnémult. Visszatértünk. Remélem, hogy a képet látjátok. Azt gyorsan ellenőrizzük. Ja, azt elvileg. Visszatértem, megvizsgálta valaki a gombát? Valaki rádión? Nem, nem vagyunk ott rádión. Mondjad. Megvizsgálta valaki a gombát? What kind of gomba? Hát amit behozott SH mintát. Vittem a laborba gombát, kivizsgálásra benn van, a hűtőbe be kell rakni a centribe egy percre, utána meg lehet vizsgálni. Oksa. Tégy így, Olaf. Gomba? Szerintem a sárkányokkal kéne valamit kezdeni a konyhába. A nullás a kórházból jön. Megnézem, itt vagyok. Bejelöltem a GPS koordinátát. Thank you.
ki, egyre rosszabbul vagyok. Mik a tünetei? Hajtom. Ezen kívül? Lázam van, hasam fáj, fejem fáj. Merre járt az elmúlt időszakban? Voltam a Bennisben a mai nap folyamán, meg Riffonnesz. Értem. Milyen gyógyszereket kapott eddig? Fájdalomcsillapító, meg lázcsillapító. Antibiotikumot kapott? Nem. Pillanat, és adok egy antibiotikumos infúziót. Így vigyázzon bele, ne legyen a hányásba. Odahánytam. Az nem gond, ez a ruha kibírja, felrakom ide az állványra az infúziót, elnézést, beszúrom háromra a branőt a vénájába. 1, 2, 3, 5. Beleadom az infúziót, egy pillanat és elkezd lecsöpögni, hát ha hat. Egyre jobban iszom. SH0-ra kimentek végé. Hát remélem ez hatni akkor fog, megy. Gyors, meg kell vizsgálnom egy mintát. Anna. Ez a gond, hogy a tünetek alapján nekem egy tök másik játék jut eszembe. Most fogjuk rá, hogy itt van egy centrifuga. Nem tudom, hogy hol van a centrifuga a kórházban, biztos van. Ennél is veszünk, berakjuk a centribe. Az az igazság, hogy ezek a tünetek a Last of Us nevű játékban voltak a izének a fertőzötteknek a kezdeti időszakban. Jó ét, jó pihenést. Köszi, hogy itt voltál. Kármilyen is lopakodó járás. Ha kivizsgálta a mintákat? Kivizsgáltam, igen, de nem hiszek a szememnek. Hol vagy? A MR előtt a ajtónál. Egy olyan gombát találtam, ami elméletileg csak és kizárólag rovarok közt terjedhet. Rovarok között? Aha. Zombi apokaliptis. Várjál, egyre nézzük meg. Na, nekem meg tudom, hogy hol a centrifuga. Oh. Hoztam be én is egyet. Ja, hogy itt a labor? Jó, fogyatékos vagyok. Az ampulába. Jó, centrifuga. Hát ami itt volt, az nekem üzének tűnt. Cordycepsnek, ami csak rovarok közt terjed. Csak rovarok között. Az emberek benyelték volna a katicákat? Hát, vagy mutálódott. Esa. Van egy kis probléma, ami nem olyan kicsi. Hát úgy tűnik, hogy ez egy olyan gombafajta, ami alapból csak és kizárólag rovarok közt terjed. Igen. Viszont úgy néz ki, hogy ez két páciens is megfertőzött, az egyik Elena, a másik pedig itt fekszik az intenzíven egy úr. Jó, és Georgie-ban mi van? Nem tudom. De Georgie-ból is majd mintát kell venni, jó Isten, és még Dexből hajön. Lehet, hogy az egész Dexből indult, a lábkörmeiből. Georgie, hol vagy? Hát nézzétek meg, hol van. Már is, hogy a Balatokból, csak ugye, hogy először Dexnek a lábújjait nyalogatták meg, azt mondták. Cocák. Georgie, miért vagy ott, ahol vagy? Georgie, nem igen fenn? Fenn van a Paletóban a szigeteken. Igen, azt már figyeltük az előbb mi is, amikor arra voltunk Elenában.
Amúgy van a Cordyceps nevű bomba. Az csak rovarok közt terjed alapvetően. És azt Sean, tudod, Daniel hogy mit vagy? Okoz a Cordyceps? Igen, igen. Várj, Helivel vagy? Nem, autóval. Jó, akkor Simon Helibe és hozzá George-it, ahol van. Nekem nem sokára mennem kell, sürgős? És tudod, hogy mit okoz a Cordyceps? Hogy került hát oda jó lenne. Blip. Ugye elmegyek én itt van a városba. Azt előbb itt nem volt. Nem biztos, hogy el tudjátok hozni, mert nagyon beteg a szemem. Megoldom, megoldom. És hát a csodákra vagy képes. Ha valójában, tehát valóban Cordyceps fertőzt. Van még? Hát előbb úgy láttam a blipjét, hogy igen. Oda indultam, amikor jöttél. Ja, akkor menjünk, menjünk. Óvatosan. Várj meg, Tim. Nyíj már ki, te fasz. Zárunk minden ajtót. Arana? Arana? Tim, gyere onnan távolabb. Arana, van rajtam védőfelszerelés. Arana? De gyere onnan távolabb, hidd el. Arana? Ha valóban Cordyceps, akkor őrjöngő vadállattá fog változni, aki meg fog minket támadni. Arana? Arana? És a harapásával terjed, illetve a karmolásával is. Arana? Arana? És hát Alana nem tér magához. Alana. Becsi, le kéne zárni a kórházat. Alana. Tim, tegyetek meg mindent, ahol ne ér. Kössük rá egy infúziót, gyere várja. Fekte, igazítsuk meg az ágyat, gyere. Gyere, úgy, óvatosan. Jó, gyere Alanácska. Egy, kettő, három. Alana. Alana. Ja. Jó, jó lesz így is, kötök be neki egy infúziót. Hát egyelőre jobbat nem tudom. Nem vagyok lesz. Virológus, nem tudok ellenszert. És ez gomba lesz. Ujját, úgy lefertőtlenítem a bénáját. Jó, és akkor háromra beszorom a tűt. És kell egy 13 éves lesbikus kislány, akit megharapnak, és ő nem fertőzik meg. Erre rákettjük a gépre. És van. Úgy. Bekapcsoljuk. Rátesszük a ujjára. Úgy. Szívhang hát van. Ez érdekes lesz. Hát eléggé lassú a szívverés, a légzés, és úristen. Tim az intenzíven is van egy sérült úr, ugyanilyen problémában. Hall engem? Igen, hello Doki. Ja, vért vettek már tőle? Nem. Na, tökéletes. De ugyanazokat a tüneteket produkálja, mint Alana produkálta. Aha, hát. Alanától vettél már vért? Vettünk, igen. Abból mondom, hogy ez Cordycepsnek tűnik. Ami, ez lehetetlen. Ha csak nem mutálódott. Háromra szúrok egy tűt, előtte lefertőtlenítem így a dinádat. Jaj. Jó, és akkor egy, kettő, három. Teszem az ampullát. Még kis a vér. Én most leadom a sztorit. Sziasztok, majd még szeretett. Ahogy is. Jó, oké, és teszek oda egy vattát, meg leragasztom. Jó. Viszem is a laborba. Remélem ez nem Cordyceps, csak annak tűnik. Olaf, lehet, hogy az urat is hátra kéne vinni, tehát hogyha jönnek esetek, akkor megyünk. Tiszta legyen már az oksa. Intenzív.
te Gyorgyit megfertőzte teljesen. Hozd be, vetek tőle vért. Uram, meg kellene, hogy jöjjön velem, hozom az infúzióját, így kézben. A biciklisek fölmennek a falon, ez meg lement a metróba. És most azonban, hogy vissza kell mennem, izé, gyalog teljesen az autók. Ennél lassabban nem is tud bejönni, mi? Bocsai, nem engedhetjük Gyorgyit lábúja közelébe. Meg semmi fogja őket semmi kopkodni. Még jó, hogy nem téptem ki a kezében az infúziót. Jim, hogy álltok az elemzéssel? Az úrnak a vérét mosakta be a centrifugába, meg jött egy úr hasonló panaszokkal. Ezen, tudod, ki kéne még nekünk nagyon? Ki? Ide legyen szíves felfeküdni. Ő volt az első ember, akit megfertőztek. Felrakom lehet, ide az hogy olyan antitesteket termel magában, mint egy tini lány. Az írópáciens. Egy tini lány. Írópáciens. Kérem, vigyázzon magára, bármi problémája van SMS-ben, mi lesz a elmesélni. Hát mondjuk, ha tudnék mintát venni a véréből, akkor lehet, hogy előrébb lennénk. Hát csak most nincs itt text, úristen. Olaf, melyik szoba szabad? Alana balra van, a másik úr jobbra van. Alanával mi van egyébként? Én még? Hát, de rosszabbodik. Már egy ideje. Ó, Istenem. De az a gond, hogy ez egy olyan betegségnek tűnik, amit nem feltétlen vagyunk felkészülve. Valószínűleg mert baleseti kórház vagyunk, igen, nem arra vagyunk felkészülve, hogy városszintű fertőzéseket állítsuk meg, de attól még megtehetünk, amit meg tudunk. Hát az a gond, hogy ezt megvan, rovaroknál... Megvan, mi fertőzött, meg vagy honnan indult, megvan, hogy mi a tünet. Csak az írópáciensre van szükségünk. Merre lehet Dex? És hát te már rendben vagy? Nullára megyünk. Én nekem eddig nem volt semmi bajom. Erről megosztanak a vélemények esetre. Bazd meg. Nézem itt a dibenzinánnal a takarítatást. Eddig viszem a negyedik fertőzöttünknek a vérét a kivizsgálásra. Én pedig veszek fel egy védelmi ruhát. Mondjuk most már tök mindegy lenne. Nem, mennek. Ezek ügyesen ellátja, mint munkamániás. Olaf, fuss. Mindig azért nem tudnak jönni, mert balesetettek és ott várnak minket közben. Kimegyek rájuk. Vettem. SH, Günthivel széllyel válható? Nyugodtan, igen, javasolni akartam, hogy Günthi szerintem nyugodtan tud menni mány idő után egyet is. Na nézzük a vegyvédelmi ruhát. Ez mondjuk így menő? Sorra megyek a csibéire. Aj, faszom. Mondjuk valami páncélzat kéne, hogyha az, amire gondolok. Az egész város, ahova megyek, biciklik mindenütt.
Hát most öltözködés van. Az a nylon ruha kéne. Az meg. Hát ez így el fog tartani egy darabig. Ó, édes picsám, vesz tüzet. Na, mondjuk egy ilyen. Mondjuk Georgie-t is jó lenne valahogy bejuttatni ide. Nem biztos. Keci, mennyi ruha van. Azaz. Jó, még van egy pár lehetőségem. Hello, hello. Tek. Zero páciens előkerült. Istenem, de viszket a szakállom. Geci. Baszki. Csúla szájtot kérek az itt a karítónak. Az előbb jelentkezette. Vajon hol a vegyvédelmi ruha? Na, a rendőr egy ruhába. Megyek a dimenzionál, jönnek csibészék is. Paramedik felirattal. 8-6. Mondd egyébként, mit akartál mondani, Tim? Dex az előbb jelentkezett be. Geci. SH. Dex, gyere, értem! Günti megy rád. Jó, itt köszi, hogy itt voltál. Bocs, hogy nem volt olyan pörgős, csak eléggé kezdő vagyok a streamekben. Hoppá. Itt kimaradt néhány. Jövök rádióról. Keci, nem találom a vegyvédelmi ruhát. Na, itt vagyok. Sheriff ruhában. Faszom. A nullás kórház. Vagyok vissza kórház. Ezt a ottaniak meg tudják csinálni. Hát ez írtó szexi lett. Húzóban jó a 111-es.
Hát ezért osszuk el. Olyan ruhám van. Az egy ing. Bazd meg, hogy nem találok ezért vegyvédelmi ruhára emlékeztető dolgot se. Ez talán. Ez ők igen karácsony. Bassza meg. Jó, ez a hiszé K9-es. Ilyenbe kéne nyomni. Ezre ráharaphat bárki. Ez rip. Keci, hol a vegyvédelmi ruha? Ez nem az. Dave, gyere be ide! Nekek Gyorgyit valaki kaparja már ezt, te húzza be, vagy gyorsan. Security. Keci, nem igaz. Úgy utálom a ruhabolt rendszert. Günti! Igen? Vidd már be Gyorgyit a kórházba. Írd le Messengeren, válaszolok, ha tudok. Mert már volt pisi szünet, és hát most már nem terveztem nagyon. Ezek a rendőrruhák. Keci. Ó, ez milyen ruha. Parabellum. Alakul ez. Pillanat. Most a 98, remélem a nadrág is. Jó napot! Probléma van.
Micsoda? George eladóját lehet, hogy megette egy vakon vagy egy madár. Balra, Dex, balra! Az a rip. De miért nem illik össze a get? Ez mondjuk igen. Aha. Hát vegyvédelmibe kell öltözni. De a kezet még mindjárt basztatni. Jaj, baszki. Kezet még mindjárt basztatni kell. Fel tudsz hívni? Georgie? Nem. Föl kéne. Egyelőre nem találok ki. Akkor megyek vissza kórház. Pilótálat. Álpam, Georgie! Georgie, falangál a kockapark és a publik között. Ó, Istenem. Kívül a szár. Én nincs elég pénzem. Get. 200 dollárt vettem le. Ja, bezártam a kocsit. De ezt hogy csinálja? Nem tudom. Van egy csomóféle fajta fasság amúgy. Esett. Szedd át le, vigyük be. Valaki már támad. A morfiumot. Na, ez izgi lesz. Következetesen a befizetésre mentem egész eddig. Megnézni van egy ATM. Igen.
Ez úgy érzem, hogy az én napom. Meg hogy utána meg se nézem a számlámat, tehát azért... Elérem az automatát. $90 veszünk ki. Na, buksi. Menjek nullásra? Mi zuzák? Na, ezek is megkaptak. Nem tudom, még mindig a ruhával balfaszkodok. Lehet, hogy Alana már támad. Hogyha az, amire gondolok, akkor már támad. Igen. Igen. Megvan, Georgi! Egy Dexter elvitte Alanát! Hova vitte? Nem tudom. Akkor kövesd! Nem tudom követni, leütötte rólam a szemüveget, kirugdosott a korteremből, és most mondta a Gattuso biztos úr, hogy betuszkolta egy autóba, és elvitte. Szerintem hazavitte. Elrabolhatom Gattuso urat Dex keresésének céljából? Én sejtem, hogy hol vannak. Team, mit kell csinálnom Georgival? Hozd be ide, hogy tudjak venni tőle vért. Nem tudom kocsiba berakni. Ott van veled még Gattuso? Valahogy akkor hozd be a kórházba, nem tudom, tuszkolt, húzza, farkánál fogva, nem tudom. Hát... Rúdós kapálózik, ellenkezik. Hát mondja meg oda, melyek az lecsókolom a picsába. Kényszerít eszköz, az csókolom. Névnavad, uram. Maga orvos? Igen. Mentős vagy orvos? Zek, hol vagy? Doktor vagyok az elmestő. Maga tök normális. Levenni a sisakot? Gyalog tudnék elmenni. Igen? Mindjárt oda küldök egy biztos urat. A mézbanknál van a kollega, ide tudná hozni? Melyiket? Akit le kell sokkolni? Hát azt nem tudom, hogy le kell sokkolni, de ott van egy másik kollega, majd ő adja a további instrukciókat. Persze. Uram, mire visszaérek, itt tegyenek rendet, mert... Szit! Szit! Ma még nem láttuk. Amúgy Alana megmutatta, hogy ő hol lakik, nem nézzük meg? Mit? Hogy oda vitte Edex? Maszk van önnél, Gattuso? Persze, mindig. Azért vegye föl, az a biztos. Igen, nem véletlen vagyok én is ebből csodás iságban. Hát én szívesebben mennék inkább SH-val írni papírokat. Á, jó van. Na, akkor megyek csinálva a dolgot. Viszlát, hölgyem. Összetörte a szívemet. Most küldtem rá Gattuso urat. Hol van? Gyorgyi nálam van a mézbanknál. Na, szóval, hogy itt az SH-ból itt a nagy gyógyboldogutatási közben esetleg önök szerint ráér? Gyors, mindenféleképpen szem előtt tartjuk a rendezvényüket, csak szerintem a jelen helyzetre való tekintete próbálkozzátok meg holnap. Egy pandémiát próbálunk megelőzni. Igen. Jó, rendben. Okay, ezért mondom, tehát mondani is fogom neki a nap folyamán, ha már lecsitultak nagyjából a kedélyek, de holnap azért valamikor délután folyamán gyertek vissza így. Jó, oké, visszajövök akkor. Köszi, köszi szépen. Igazán nincs mit további szép napon. Hello, hello. Na, Alana megmutatta, hogy hol lakik. Megnézzük? Hát, ha ott vannak. De most a blipjét leadta? Dex, látod a izé térképet? Nem adták le, de tehát, ott vannak egyébként, tehát érted.
Csak Alana egyébként itt a mielőtt rosszul lett, megmutatta, hogy hol lakik. De én tudom is, hogy hol lakik. Essel, megpróbáljuk Dexet meg Alanát összeszedni. Na jó. Van kocsit? Itt áll pont kint. Itt áll eze. Bocs. Semmi gáz. Én ma a show helikopterét törtem össze így. Szirénával menjünk? No, na. Ne, mert akkor látni fog, vagy tudni fogják, hogy megyünk. Kék fény csak, kék-piros fény. Miért értem, hogy egy bazi nagy csapdába fogunk belesétálni? Miért? Mondd miért? Esha! Mondtam. Annyi csak, hogy Gattuso úr jelentése alapján a... Tehát Dex az ölében Alanával kiszaladt a kocsiba, betuszkolta és hangos nevetések között elviharzottak, most épp megyünk Alanának a házához. Ó, jó, hát ez nem tudom, hogyha Dex hangosan nevet. Hát jó, csak tehát eddig nem tudom, hogy most csak úgy nevet, mert beteg az asszony, ez nekem nem fura. Hát Dexnek jó humora. Hát jó, oké. Ilyenkor is. Engem leütött. Megyek 80-50-re. A Dex kocsia itt van. És bitek 8-50-re. Most ő bement? Ja, nem. Dex, nyisd ki az ajtót az égszerelmére, miért hoztad ki a steril körülmények közül? Dex! Dex! Az a probléma, hogy a házban nem hallani, hogy kopognak. Hallani egyébként a házban a kopogást? Dex! Pont ma volt az ötlet doboz, nincs meg senki se száma. Pont ma volt az ötlet dobozban, hogy olyan csengőt, hogy ezért. Dexter Morgan igazgató úr! De nincs meg a szám. SHM az előző SMS-emre se írt vissza. Hogy jutunk be egy házba? Tessék? Hogy jutunk be egy házba? Ha behívnak. Ja, hát azt tudom. Dex! Morgan igazgató! Morgan igazgató! Ugye nem zártam le a kocsit. Oké. Okay. Nem is én lennék, bassz meg. Muszikálok egyet. Keci, fennakadtam a medencén. Neked nincs meg Dex száma? Nincs. Ó, nekem sincs.
Azaz. Ez még felszak egy sisakot. Ó, ez rip. Ez se itt hátul. Na mindegy, a maszkomnak azt hiszem ennyi. A farkast föl tudom még venni. Hát ez rip. Mi loptál egy maszkot? Micsoda? Mi loptad a maszkot? Nem loptam, a ruhához volt. Te nem hallottál kiabálást? Nem. Akkor hallucinálok. Ahol kint vagyok, ott valószínűleg van még egy lőség. Hogy jutunk be? Tudom, ha behívnak. Sehogy. Lehet SH-nak van kulcs. Georgie-val megyünk kinti kórház. Hát ez rip lesz. Olaf, itt maradok, mennyi már segíteni Günthinek, légy szíves. Hogy áll a helyzetek széke? Sehogy, nem tudok bejutni a házba. Rendőröket hívjatok! Olaf, mennyi segíteni, már tele van esetekkel, ott Beniznél is van egy. Meg ott lenne a dokkoknál is van még kettő. A dokkoknál van ő? Hát az, de azért mondom, hogy kettő is van, meg valami lőtsérült. Azt gondolom, hogy be kell szállítani a kórházba. Benizes vészhívásra indulok. Vagy beadjuk, hogy mi is megfertőződünk, tehát ha baleset ezek, akkor például beadhatom. Márpedig én nagyon ritkán baleset ezek. Valódi balesetre gondoltam, nem ilyenre. Team úton vagyunk Georgie-val, Sandy kórház. Ezek kéne egy kis segítséget, több lőtsérült is van. Mindent elkövettek a segítség érdekében. Benézes vészhívás feladta, megyek kórházba Günthinek segíteni. Körülbelül 10 zöldsérült van. Ó, akkor hova menjek segíteni? Pozíciómat nézd meg, itt adok. Banda háború volt? Azt lehetett. Mert akkor... Én itt vagyok Dex házánál. A fasz! Nem Dex, Alana házánál. Istenem, és nem mondtam ki a mágikus mondatot. Jobb napot! Hello. Jobb napot! Öt kéne tovább.
Egyszerűen most megint akad az összes kurva script. Boksi. Nincs bónuszosa. Hát erre fektetem. Nem lélegzik, megkezdem a mákos kompresszi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jaj, a szívem, jaj. Láttam az alagút fényét. Na, aztán csak eljöttem helyette. Igen, igen, de... De magának hasonlóképpen örülök. Egyek vissza mézbank. Majdnem meghaltam, doktor úr. Hát majdnem. Vagy ez a menny? Nem, ez a pokol. A fenébe. Akkor ugyanott ragadtam. Van még valaki, akit fel kell éleszteni? Vagy újra kell éleszteni? Arra, vannak egy pára. Az de zseniális, mert meg kell tankolnom a kocsimat. Ja, mindegy, majd utána. Anyád, megijedtem. Sokszor. Hogy így? Ő felrobbant? Felrobbant, igen, igen. Van itt olyan, akit újra kell éleszteni? Van rengeteg ember. Hát az oké, de a robbanás után nem lehet. Ezek robbanásból? Hát ott, akit kérdeztem, az a sárga mellény, és az robbanás. Hát állapítom, hogy ez az aki robbanásból, az természetesen nem. Minél hamarabb eljön, minél annál felrobbantak. Jó golyó okozta. Hát te nem leszel jó. Hát erre fektetem. Hát nem tudom. Nem hát az úgy gyártanak. Nem lélegzik, megkezdem a mákas kompressziót. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Már megbeszélt. Üdvözlöm. Jó baj. Tisztelet. Túlélő. Keresem. Nem kérdezem, hogy mi a fáj. Sik, igen. Minden. Igen, az én hagyom. A robbanás áldozatai lettek. Ja. Ez sávad nálam ellenszér úr. Emek! Hol vagy? A kórházba. Ha. Meg kellene, hogy üljön le. Kik jöttek még a kórházból? Itt a fehér polosban van néhány golyó. De azért jobb, hogyha egy orvos megállapítja. Milyen ellenszérum, Tim? Hogy csinált ilyen gyorsan? Majd elmondom, Keci. Csak írjek a kórházba. Ma én is oda tartok Gyorinak a mintájába. Ez csak simán a gyártalapnak hangja, amúgy. Vagy ha a Doki elég bátor. Vagy a Doki elég bátor, hogy bemenjen, mert még van bent kettő darab beteg. Ennyi robbanás után azok bent maradnak. Hát, nem csak ott az bent lövés, csak ajtó mellett robbannak. Ha nem meri megkockáztatni, akkor felvetjük, hogy... De megnézhetek, hogy szemlövés amúgy. Én inkább nem megyek be. Hát azt meg tudjuk mondani, hogy mikor Európa is van. Ja, fix időpontokban? Hát, ja. Két napot tudom itt a mentőszolgálat. Hall engem? Meg kell, hogy üljön le. Golyó okozta. Hát ez izgalmas így. Mert soha van ellenszer állítólag. Igen. Papi, nem indulok három ember a kórházba, jó? Oké.
Le fog füstölni a mentő, amúgy. Üdvözlöm, hölgyem. Uha! Mi történt? Kicsit lelőtték. Igen? Igen. Hát, vértócsából látom. Ja, vannak, akik felrobbantak. Hát rommá tört a mentő. Itt ide úton a villanypóznát, amit alapból kivisz. Hol vagy, hol vagy, Tim? Megkérném, hogy üljön egy kicsit. Bor. Meg. Ismeretlen halál. A fasz, mindenkit sikerül a felszednem? Ez vicces lenne. Nézzek. És búzos a hátára fektetem. Lélegzik. Megkezdem a mellkas kompressziót. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jó napokat! Szevasztok, bátyák! Mi történt? Egy kicsit lelőtték. Három lőtt, elindulok a kamerát. Érzem is. Kéne ide még erősítés. Júj! Az jó lesz, ha nem lesz erősítésünk. A fejem, de fáj. Hát most éreztettem újra, hogy ez előfordulhat. Ja fasz, most törül meg a város. Három sérültet megkérnék, hogy jöjjön velem a mentőautóhoz. Megyek a maszkos publikhoz. Megtankoltam a mentőt. Nagyon szépen köszönöm. Két ember. Az a keresztbált bennem a szar. Jaj. Ez egy ilyen új tuningolt mentőautó, hogy látszik a motor, mert plexiből van a motorháztető. Gyere, kinyitom az ajtót. Köszönöm. Csak az ajtót. Hozok még kettőt? Köszönöm, de közelebb megyek. Mentős úr? Tessék. Jó. Tessék. Bent még van két ember. De én nem megyek be, hogy fel rám robbanjon a félraktár. Megszállasz minket? Nem fog, szerintem. De őként robban. Hát, de nem akarom kivárni ezt az időt. Érti? Jó. Azt mondta, hogy igen, csak halk. Dex, ez tényleg rendes vakcina? Ezzel lehet, hogy hívják permetezni? Nagyon látni, ezt kezelítem. Mert permetezni, nem? Nem, ez intravénásra kell beadni a permetezéshez. Mi ebből tudunk csinálni? Hát a permetezéshez más típusú testetről kell szeretni. Dex! Két sérültet megkérnék, hogy szálljon be a mentőbe. Na majd talapszél. Majd megoldjátok alanába. Hogy szeretnél? Akkor menjél te. Nincs kezem. Sokat mondjuk, hogy vagy mi az, ezek ilyen permetezőgépet, hogy ott tudjuk így, hogy úgy kéne. Még egy valaki jöhet. Oké, de az előállítás. Most jöttem. Másik. Gyorsan. Oké, de akarsz benne részt venni? A másik. Nem, én addig szervek izéket, ilyen dupla fedeles gépet, amiben lehet permetezni. Tala van. Tala van már. Akkor beviszik őket. De még mindig kéne erősítés. Bevegyük őket. Jó, alapjában előállítjuk. Nagy mennyiségben. Megkérném önöket, hogy kössék be magukat. Behoznák a másik két sérültet a kórházba? Jelenleg három embert élettek újra. Kérdeztem, hogy akkor csinál? Jó. Nem, azt nem hallottam semmit, mert a rádió hatan beszéltek egyszer. Két sérültet be tudjuk vinni, menjenek. Nagyon szépen köszönöm. Kórházba. Kórházba kell majd segítség, mert öt sérülten jövök. Mind lőtt sérült. Megbeszéltek. Az összes embert, úgyis órával vannak tevé. Aztán kirúgom magam. Tényleg ajánlott bekötni mindenkinek magát, mert a szemem néha nem jó. Ismerős.
szerintem nekünk már mindegy pár golyóval bennünk. Azt mindjárt megpróbáljuk orvosolni. Csak érjünk oda. De ide úton összevesztem egy villanypózlával, ami benőtt az út közepére. Ó, ezzel én is mindig összeveszek. Meg a vizes hordókkal az autópálya közepén. Igen, az is jó dolog. Én a vakondokat szoktam megnézni a földön. Na, azokkal is szoktam barátkozni, igen. Az úr, ez ilyen mindenki velkén. Na, a Cordycepsre megvan az ellenszer. Opa. Kocsit, jó ember az a... Jaj. Mármint? Hát a... Ja, a kopasz. Kopasz, kopasz. Tisztelet. A kopaszoknak lehet. Akkor ha lenyírom a hajamat, kopaszra, akkor nekem is... Hát nem olyan kopasz. Hol találták el az urat? A lábam. Megszerintem előtték a fülemet is. Jó, hát a füllel nem nagyon tudok mit kezdeni, csak bekötni tudom, vegye le a nadrágját, legyen szíves és feküdjön fel ide. Suttogjatok, Tim. Kecére látom a földön. Nullára megyek, PD. Viselő felszerelést. Beadom az érzést, fejtett lábba. Úgy. Széthúzom egy kicsit a sebet, kihúzom a lövedéket, fordom ide a tálcára, elkezdem összevarni a sérülést. Egy ütés, két ütés, három ütés. Be is kötözöm. Szuper, szeretnék egy nevetés, egy foglalkozást. SH. Back. Alana előállította az első 10 adag szervet. Szeretnék egy nevetés, egy foglalkozást. Megtudod, hogy ez később semmi. Jaj! Mennyi szervetetés felé? Munka nélküli. Hát... Ide jövök. 10 adag. Jó, nálam egész eddig itt feküdt, úgyhogy azért vagyok itt. Hát jó, de az... Na, mekkora volt egy újraélesztése az úrnak. Hát... Volt egy kórházba szállítása. Volt egy lövedék eltávolítása. Kipróbálom majd. Először kell egy olyan dupla fedeles. Most anélkül nem tudom, mi a számmal csináljam, hogy beszállok a helikopterba. Na, köszönöm. Hát, gyalókát adhatok. Ahogy a szentelt vizet, ja, tudod. Ja. Amikor a zombikat... Miért elnézést? Csak a rádión haton beszélnek egyszer. Melyik? Klipszes. Zöld van. Tessék. Hát jó, az a túlos. Igen, igen. Már húztunk sorszámot is. Miért? Mi történt a gond? Milyen golyókkal? Tisztelet, sziasztok! Tiszteletem! Na, valaki, akiből golyót kell kiszedni? Mi kettőnkből. Egyszerre csak egy. Önnek miért találták el? Csak. Miért találták el? Lábikómat. Levennél a lábát? Palcomban. Levettem. Ja, a pad, az meg. Visszaszom a felszerelést, beadom az érzést, beidőt. Úgy, széthúzom a sebet, kidobom a növedéket, egy öltés, két öltés, három öltés, négy öltés, elvágom Dami a végét, bekötözöm, szeretnék egy nevetés, egy foglalkozást. Dög, hivatásos köcsög. Önt is újraélesztették? Azt hiszem, igen. Köszönöm szépen. Ki hozta be a kórházba? Még nem megyen sehova? Kék ruhás úriember. Tehát a kollégám. Igen. Ó, hogy rohadjál meg, köcsög, ez egy script. Befizettem mindent. Köszönöm. Gyalókát kér az úr?
Akkor nem. Na, még egy lőtsérült jelz. Na, megint mennyerte akkor. Miért találták el a hölgynek? Tessék? Miért találták el a hölgynek? Jobb comba, hát uram. Akkor legyen szíves levenni a nadrágját és utána felfeküdni a műtőasztalra. Tessék? Legyen szíves levenni a nadrágját és utána felfeküdni a műtőasztalra. Bocsánat, csak nem hallok semmit. Ez ismerős, én azért jöttem le a rádióról. Én nem vagyok fáj, csak vékonyak a falak. Igen, és senki nem hajlandó suttogni, holott ez a szabály, de mindegy. Istenem, itt nem látok semmit, bazd meg. Előveszem a felszerelést, beadom az érzéstelenítőt. Aj! Kihúzom a levedéket, bedobom ide. Elkezdem összevarni a sérülést, egy öltés, két öltés, három öltés. Elvágom a végét, bekötözöm. Szeretnék egy nevetés, egy foglalkozást. Elvízom egy bányászék uram. Miért nem hívtál fel, hogy nézzem meg, hogy túl van? Látok mindkét hírem szerelmet. Nyalókát kér a hölgy? Kérek. Milyet szeretne? Almás van. Van minden. Akkor egy almásat szeretnék. Köszönöm. Tessék. Ki a fasz hívott? Felfűzöm én nyaklát. Rosszkene agyban mész meg. 32. Mehetek? Hát ha kiáll az ajtóban, annak örülnék. Na, most jöhet. Csak kicsit ki kellett jönnöm innen a műtőből. Miért találták el az úrnak? Tessék? Miért találták el az úrnak? A te kezemet is, meg a lábamot is. Akkor legyen szíves levenni a felsőjét és a nadrágját, és utána felfeküdni a műtőasztalra. Nem. Hát de mazon is tudom. Annyira szeretem bazd meg, hogy bejönnek és csak így lefekszenek. Széthozom a sebet, kiszedem a levedéket, összevarom egy öltés, két öltés, három öltés. Széthozom a kezén is a sebet, kiveszem a levedéket, egy öltés, két öltés, három öltés. Széthozom a sebet, itt is kihozom a levedéket, egy öltés, két öltés, három öltés. Úgyhogy szeretnék egy nevetés, egy foglalkozást. Kodi vagyok, én zseton készítő. Volt egy újraélesztése. Kiszállította a kórházba? Nem tudom. Hát mentőautóval jött, vagy nem mentőautóval? Mentőautóval, igen. Jalókát kér az úr? Igen. Zöld színű. Visszaöltözhet. Így maradok. Faj minden. És akkor ön mellett? Persze. Hát valaki jöjjön. Miért találták el az úrnak, mielőtt lefeküdne? A jogkaromat. Legyen szíves levenni a felsőjét, és utána feküdjön fel az asztalra. Rendben. Ha meg bemegyek a műtőbe is. Hogy hát nem kell, vagy... Tessék? Nadrágot is elmegyem, hát, ha nem találták el a lábát, akkor nem kell. Akkor. Vizsgálom is. Szerencsére nem maradt benne, de fedék, beadom az érzéstelenítőt. Kezdem összevarni a sebet. Egy öltés, két öltés, három öltés. Úgy összevarom a kezén a másik vonalon, és egy öltés, két öltés, három öltés. Szeretnék egy nevetés, egy foglalkozást. Lucas Morales és Szabó. Kiszállította a kórházba, mentőautó vagy civil autó? Civil autó.
neked majd 72 órán belül legyen szíves befizetni, nyalókát adhatok? Ilyen kérek. Miért? Milyen ízzel fognak? Eples, almás, narancsos. Almásos. Pici, mindenki ezt teszi? Egy picit. Tessék, visszaveti a felsőjét. Rendben. Kerestél? Te ki vagy amúgy, azt akartam kérdezni csak. Még olajos voltam, amikor egyszer számot cseréltünk a kamion ügyébe, de most már mentős vagyok, úgyhogy... Ja, mentős vagy, gratulálok, milyen köszi. Mentős vagy. Hát EMS. De nem úgy ilyen mentős, sem ilyen rendfokozott beállás, doktor. Istennyira. Ja, látom is, ilyen farkas jelmez vagy, nem? Hát nem jelmez, ez egy gázállarc. Ja, ez egy farkas gázállarc, jó. Hát adott ezt a fehér sapkás csávot? Igen, látlak. Csá. Nem mentős haverom, tök jó, amit tanultam be. Én meg igazából mentem szétbaszni mindenki. És milyen sérülésétek van? Nem tudom, olyan 27-et le is szedtem így a számításaim alapján. Aztán azóta folyik sütkök, és elcsúsztam és bevettem. Van szikla, létezik még szikla. Ki ez a fehér bökér kis cigen? Mi lett a dagat Jézussal? Úristen, bökör, bazd meg! Ja, ez bökő? Ez bökő. Ez bökő. Gyerekek, bemutatom bökőt, ő így bökő, ők meg a többiek. Cseh. Meg kívánja a vasárás. Ki ez a cica fiú itt mellettem? Kárdosz a sticik, cseh. Na cseh, tessem, kit vagytok rádió? Rádió sincs. Ajajaj. Szavasz Norris. Itt vagyunk az intenzíven. Azaz. Liroy, mit történt? Elhagytad a Benedikt? Hát majd, üzé, menjünk. Ja, menjenek. Arra várok. Hát pedig tök nagyon hiányott téged, bökő. Na mehet, ezt nem... lehet kívül intézni, ugye? Na menjünk, köszönjük szépen. Köszönjük, köszönjük. De ez egy kutya ember. Mi van? Farkas. Jó van, majd, jó van, majd beszélünk, csak intézni. De farkas is kutya volt. A kutya is farkas volt. Az már inkább. Nem tessze, az hülyeség. A kutya az kutya, a farkas meg farkas. Két különböző állat a madár. De bökő szóval magyar vagy kutya? Magyar kutya. Na jó, majd én vezettek. Végre valaki érti a lényeget. Ez na bazd meg. Ez az úgy van belterem. Na jó, bebasztom a gecibe. Bökő, hülye előre, kösz. Ja, ez szikla, tehát ez ő ezt terpézi. Újabb basztot fogom. Meg azt terpézem, hogy egy kicsit hiányos a mentőautón. Teljesen egyben van az a mentő. Felhagyom a hangot. Nem mondtam. Ma egyszer sem hangzott el a mondat.
Ja, le kell rakni. Bazd meg... És aztán teljesen megfagyott a script. Geci. Menj már egyet följebb. Na végre. De geci idegesítő a mentő. Nincs pulzusa. Hát erre fektetem. Kérnék egy hullaszállító? Ja, nincsen, nem vagyok rádión. Ez de zseniális. Kérnék egy hullaszállítót a pozíciómra. Halál időpontja 22 óra 46 perc. Legyen könnyű a föld. SMS-re nem válaszol. Szép estét! Jobbat. Mentő autóra egyébként rárobbant egy benzinkút. Na jó, bírta az képest. Azért nincsen motorház teteje. Ez jó bírja. Na már. Intézkedjetek, srác. Üdvözlek. Szép estét, szép estét. Szép estét. Szép estét. Semmi extra, semmi extra. Ez hogy mégiscsak valami. Szokásos közúti baleset. Hát, ja, nem adta ki a magyar. Kettő. Esküszöm, nem történt semmi, én itt sem vagyok. Én nem vagyok itt, esküszöm. Múlt kör is falra kent. Én. Az igen. Én. Nem bír magára. Én kit kentem a falra. Emlékszik, hogy mi történt? Igen, tényleg. Mondjuk úgy, hogy nem inkább. Szúnyog ki. Emlékezhet rá nyugodtan. Lehet jobban járok. Lehet jobban járok. Hát nem. És milyen fáj az úrnak? Nem tudom. Fú, ha mint hogy egy picit a hátamat elkapott egy autó. Lloyd. Na várj, rém lehet-e rá? Jaj, itt az ugorjak előttem visszarakom a vállát a helyre. Nullát nézlek, hogy rá. Itt lehet. Hú, haver, ez lehet mennyit. Jó fején leszek, hogy ezzel kivilágítom a szemét. Besokkolnak. Jó, most meg is vizsgálom a hátát. Hát ahhoz képest csak zúzódások vannak rajta, hogy adok el elmeldeni tapaszokat. Happy ending. Persze, boldogság, szeretet. Szeretnék egy nevetés, egy foglalkozás. Fúha. Ruszlang, Hábor. Ha befogjuk a filmet. Mi az? Zsíksuli. Pillanat, csak a világ nem akarja, hogy elővegyem a tabletemet. Ne is vegye. Itt szeretem. Rendkés napon. Szerelővel mi a helyzet? Hát azt tudom, én írtam, hogy SOS, de... Na, most már legalább a laptop tört, most, vagy laptop, tablet tört, most már csak arra várok. Persze, hogy jó, hogy csak a... Gyalókát adhatok. Persze. Miért szeretne? SH-s. Jó, az utolsó darab SH-s. Kedvenc számot kérhetek? Fú, 7-24. Köszönöm szépen. Valakinek szüksége van még itt ellátásra? Hát nekem így. Visszaraktam a vállát a helyre és pénzzel körbe csavartam. Most lecserélem egy közszerre inkább, de... Azt hittem a serifek elvisznek még így, amint felé... Nem, köszönöm. Nem azt mondom. Hát, ha hallod, észreveszi kezdtem, már pakolják a szöget. Behozott volna. Nem, hát, hogy elkezdtek üldözni, azt mondták, ne menjek bar, mert tele van szöges ezben, mert látták, hogy... Nagyon szépen köszönöm. Szeretnék egy nevetés és foglalkozás. Adam Scott, ne várj. De majd. Majd én elkapom itt a rendőr Viktóriával. Nem, nem fog.
Gyalókát adhatok. Még nem sikerült csak egy embernek, azért mert ez egy full tuningos Victoria helyett, én meg is tudom. Szia Gyorgyikám, már semmi. Full tuningos Victoria, az nagyon szigorú. Kért a kollégád? 3.40, vagy 3.30. Nehezebb időkben, ja. Jó, lefüstölt Audi ellen. Viszlát. Jó, mondjuk amúgy hozzáteszem. Kell egy GT ellen. Hogy állnak az SMS-ek? Kettő van. Ups. Kicsit elfelejtettük a csávót. Ki már megvan az egy hét. Kicsit elfelejtettük a srácot ott hátul. La. Ups. Mentős úr? Tessék. Találtunk egy elhagyatott mentős autót az autó. Tudunk róla. Írtuk SMS-t. Tudunk róla. Köszönjük. Ja, jó, rendben, szívesen. Ezt is még nekem jön a mentőleg az. Fú, basz meg. Mi a faszom? Buksi! Na, azt azért megnézzem, hogy ez ahogy csúszik át így. Csak én nem látok itt szerelőt. De ott van egy. Ó, Istenem. Ez megnézem, mit értem. Na, most néztem meg, amit írtál, azt én tudom beállítani. Chat szabályzatot. Ezt meg belenéztem a lámpába. Itt. És most... Ha most kimegyek ide a Beniz elé, és ide hívom az SS-t, a konkurenciájukat, akkor megsértődnek? Ja, nem idegesítesz. Hát de pazd meg, ott a szerelő, oda gugol le, azt kezdi el javítani, a mentő a prió, hát pazd meg. Csibész, ne sétálj elém. Szép napot! És most ez is itt hagy? Szerelés? Aha. Pillanat. 9 szerelés. Mi történt, tudom? Elég ránézni a kocsira. Ja, csak egy motorházszerűen. Hát az egy kicsit hiányzik, a jobb oldali lámpa egy kicsit hiányzik, az óra egy kicsit összetört. Ez csak egy motorház, tette. Ezért most kapok pénzet.
pillanat is végzünk, uram, már csak a izét csinálom, a diagnosztikát. Rendben, köszönöm. A benti kollégája nem volt annyira a helyzet magaslatán. Ja, hát értem, értem, elnézést, csak tudja, 80-esetre jöttünk vissza. Semmi gond, mi is egyébként. Ja. Viszlát, szép napot. Viszlát. Keci, vedd majd a telefont. Ja, nullán van ki, vendel. Vagyok olyan éhes. Mi a faszon történik itt? Esá, hogy hallatok a permetezéssel? Itt a második felét csináljuk. Mi a fáknak dobjuk itt, de már itt a... Nézzük meg, van a rendőr. De a városhoz közelebb van, az már ne permeteltük. Én is a csúcson érettem vagyok. Csúcson nem megyünk, mit innen most. Várjál, engem még mozgok. Hát igen, mi ketten, de is. Ja, még megy, jó van. Hát minek van nekik PD-jük, hogyha tökéres? Jobb estét, van rendőr ide bent? Nem tudjuk, mi is rávárunk. Az de zseniális, két utcával, ugye egy utcával arrébb, négy rablás megy folyamatban éppen. Szép napot! Szép napot! Szép napot! Biztos úr, egy utcával arrébb, abba az irányba, négy rablás megy az út szélén folyamatban. Hú, hát az remek, azzal egy gond van, hogy per pillanat az összes egységünk jó, nem csak foglalva szólok, egy másik rablásom, de köszönjük a bejelentést. Szólok. Az a baj, hogy egyedül nem mehetek oda. Van, aki macsétával, van, aki pisztolyt fogott az előbb, berekedtek, van ott minden. Ez komoly. Viszlát. Jó, köszönjük a bejelentést, amit lesz viszlát. A medettség, szólunk. Szép. Hát engem nem zavar, engem nem rabolnak ki. Az a valaki megütbözve, az még közmunkára is megy. Hát nem, ez egy kurva gáz egy utcával a rendőrség mellett. Ez meg. Jó, kettőben. Elitthó te. Ott van egy. Itt pakolták előbb ki a srácot. Sziasztok! Olaf? Mi van? Mi ez a szed rajtad? Vegyvédelmi. Ja, hogy kezes, ja, hogy kezes lába, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, hogy ja. Ja, hogy ja, oké. Még nem öldöztem át, de mindjárt át fogok. Jó napot! Jaj, kezdve megszérültem, hogy megfordult a kamera. Jaj, bassz meg. De ahogy megfordult előbb a kamera, megszérültem. Fáj a hátam. Meg megvakulok a gecibe.
most kell behadni, hogy én meg elkaptam új mutációját. Miért van rám szólva? Mit csináltam? És ők mit csináltak? Ja, nem öltök máshol morog most éppen. Álmodott. Hívtak mentőt, nem hiszem. Aztán lehet. Van már kapitányság vezetőjük. Ahhoz képest elég voltunk esetleg, ez egy mozgalmas nap volt. Most Olaf, miért oda ülsz? Picit irritál. Mi a helyzet? Hát minden oké. Ennek örülök. Szívem. Ennyi stressz után nem akarsz rápöfenteni? Rápöfenteni? Nem. Fúj. Nem. Szívem, hát te cigizál? Nem. Csak kérdeztem. Akkor miért volt nála cigi? Hát páciensek szoktak kérni, mikor idegesek. Ja. Én nem vagyok ideges. Én nem. Akkor jó szívem. Csak hát a mai események után gondoltam. Tehát érdekes volt izén lenni monitoron, meg izé. Szívem egy helt esetleg. Egy pokolc. Hát ez a pokla volt most nára, vagy? Egy croissant. Nutellás. Az jó, nem, pisztáciásabb. Rendben, pisztáciásabb. Mi a különbség? Szép napot. Tudtok róla, hogy az egyik helikopteretek a kávézós publik mellett utcában oldalasan ott van. Köszönjük szépen. Gyakszál vissza, és akkor vissza. De az a baj, hogy teljesen oldaltál, oldalán van jelen. Akkor nem hagyom vissza. Jó, hát akkor köszönjük szépen, szólunk majd az életeket. Csak nem szólok, hogy nem tudom, hogy még történt azzal, hogy ez miért van ott. Hát én sem tudom, de szólunk, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Köszi. Jó munkát. Hello. Köszönjük. Kimenjek, megpróbáljuk felállítani a szerelővel? Felállítani? Hát a szerelőkre gerjedt. Menjünk, próbáljuk meg, egy próbát megérsátok. Hát szerintem meg inkább csak... Úgyis mindjárt lépek. Nem tudom. Hova fel akarják? Hát neked szívem, neked.
Hát nekem már egy párszor sikerült, Szilán. Erre nem voltam felkészülve. Én szerintem kimegyek ezért a Szendi kórházba. Amúgy elfáradtam. Pontyi, hol van? Kórházban. Kórház előtt. Ez nekem zöld, leszarom. Most szépen nyugisan kikocsikázunk a Szendi kórházba. És ott rohadt meg a város éppen, ahol van. Jaj. És nagyjából kiérünk. Hogy ott rohadt meg a város, ahol van? Nem értek el. A város ott rohadt meg, ahol van. Ja. Megnézzük, hogy Árcsi még dolgozik-e. Aztán amúgy nagyjából ott vége is, hogy kérünk a Szendi kórházba. Nincs SMS-re megy. Ennyi sehova. Ennyi sehova, George, nálunk van az ellenszérum. Köpet. Köpet? Dex csak így hívja. Fehérje koktél, úgyhogy maradj a kórházba. Jaj. Tőle van az ellen. Vannak dolgok, amiket nem akarsz tudni. Ez egy olyan dolog. De most már még imádsibb lettem. Zsorcsi. Erre szerintem nem egy akimácsi. Ez egy hétpecsétes titok. De lehet a torkosi titok tartás. Szép nyugisan lassan. Kikocsikázunk Szendibe. Jó, nullára megyek. Menj. Váltak valad. Gyere. Nem baj, hogy a chargerem ott maradt a publikba, majd hajnal kettő, publik kórházban, akkor majd hajnal kettő, akkor visszakerül a publikba. Szállunk rendelkezésük, akkor jó. Ez tuti nem felém van. Úgyhogy ilyen kis nyugodtan kikocsikázunk. Nem látjuk az oldalt füstölgő ezért ivót. Csak elkocsikázunk az éjszakába. Nem halljuk a telefonra érkező SMS-eket. Csak kocsikázunk. Fú, ez meg elfáradtam nagyon. Alapból se aludtam. Sokat. Úgyhogy, ja. Oda visszaköltözik egy kicsit Szendibe. Csak.
Hát próbáltam normálisan leerpézni a Cordyceps dolgot, csak... Hát azt a kicsit módosult az egész, úgyhogy... Jaj! Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Ödösleg, te csak te beszélj, te még kevesebbet aludtál, mint... Hát mondjuk többet aludtál, mint én, mert... Ja. Ha ugyanakkor keltünk volna, akkor ott van, az kevesebb. Az 9 óra. Most a stream alatt ültet kockásra, hopp, sírjad. Gyere, megmasszírozom. Gyere, megmasszírozom. Meg a serépség, ahol Archie lakik. Ó. Zárva a serép hivatal. Ők amúgy itt veszik ki a kocsikat. Nulla megegyezik, vészhívással megyünk rá. BMW. Tök jól néz ki, csak hát vagy. Ja, ez a kórházó elé. Jó, akkor visszafordulunk. Ott egy másik közel. Én már leadom a szolgálatot, nyugisat mindenkinek. Jó alap, jó pihét. Az egyik vészhívásra elindultunk, amiért picit távolabban a mézbanktól, bocsánat, csak telefonáltam. Jó, semmi baj. Mindegy, akkor... Na, köszönöm mindenkinek, hogy itt volt. Csak már nekem ott van az autó. Jó pihenést kívánok mindenkinek. Össze lehet, hogy holnap találkozunk, vagy sem valószínű, hogy holnap találkozunk. Szia Laki, remélem jól érezted magad. Nem volt ilyen aktív, de rohadt fáradt vagyok. Nem alszom, most pedig hete, jó formán.